Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok, hello mindenkinek! Azért is jelentkeztem be, hogy ismét átvegyük a témakört, hogy hogyan is működik a velem való közvetítés. Ugye a tegnapi délelőtti live-ban nagyon-nagyon sokan voltatok, és nagyon-nagyon sokan tudják már, hogy mi a menete, hogyan tudjátok felvenni velem a kapcsolatot, ugye a csicsavszkiurnőjósó.hu, tehát ugye ez a hivatalos weboldal. Azért gondolom, hogy beszélni kell erről a dologról, mert a mai napig nagyon sokan újak folyamatosan még csak most találnak rá az oldalamra, tehát azt tudnotok kell, hogy a látnoki képességem abban nyilvánul meg, hogy nem intézek fel itt kérdéseket, úgy látom a jövőt, tehát ezek már jóslatok, tehát gyakorlatilag konkrét nevekkel, történetekkel támasztam alá a történetedet, tehát lényegében, hogyha azt szeretnéd megtudni, hogy mégis valójában egy túlontúli információ átadás, tehát ténylegesen olyan információkat kapsz egy vadidegen embertől, mint például tőle, hogy hogyan is működik, hogyan is kell elképzelni, hiszen mindenkit érdekel ugye a túlontúli információ. Tudom, hogy sokan szkeptikusak, tudom, hogy sokan nem hisznek ezekbe a dolgokba, de figyeljetek a sorokra, mert ténylegesen vannak csodák, vannak olyan személyek, akik képesek olyan szinten belelátni a szívedbe, hogy teljes működőképes legyen a történeted, miért vannak az elakadásaid, miért futsz mindig ugyanabba a hibába vele, hogy esetleg öröklődötte vagy sem, vissza lehet vezetni a családfát. Hello mindenkinek, csodálatos szép napot! Szóval nagyon fontos, hogy úgy tudjátok, hogy a csicsavszkiurnőjósó.hu oldala, ha az alapcsomagot választjátok, úgy tudja, nem megyek bele szerelmi jóslásba, tehát a jelenetben mi az, ami korlátoz, tehát ugyanúgy közvetitek, konkrét nevekkel, történetekkel, ahol te megszégyenültél, ahol volt problémád, anyai, apai oldal, testvér oldal, tehát felsorolódnak a nevek, tehát fontosabb beazonosítás. A továbbiakban, ha a kozmikus jóslást választjátok, ugye itt a szerelmed, aki a szívednek fontos, milyen érzéseket táplál irántad, teljesen mindegy, hogy a múltbéri úriemberről vagy hölgyről van szó, tehát hölgyek, urak, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy vissza lehet követni azt is, hogy ténylegesen miért is alakult úgy a probléma, meg ugye nagyon fontos, hogy sokan még mindig a múltban élnek. Amennyiben, ha a kombinált jóslást választod, ugye ott egy teljes körű feltérképezés van, tehát ott adsz egy engedélyt, én ugye leközvetítem neked azt, amivel feladatod van jelenleg, mi az, amit még mindig magaddal cipelsz, mi az, ami a jelenedet és a jövődet korlátozza, azok az információk, azok a megtörtént események a múltból milyen hatással van a jelenlegi helyzetedre. Szeretettel köszöntök mindenkit, nyomkodjátok a lájkokat, a lájkok ingyen vannak, osszátok a live-ot, hogyha esetleg érdekel benneteket a történet, hogy hogyan is működik, hogy egy vadidegen ember hogyan is tudja átadni neked azokat az információkat, hogyan tudod felismerni a problémáidat, tehát a felgyülemlő problémák az, amiről első körbe beszélek egy-egy közvetítésnél. Nagyon sokan írtok üzenetet, segítsek rajtad, problémáid vannak, elakadtak, életbevágó, stb. Stb. Nagyon fontos, hogy időpontegyeztetés nélkül nem tudok senkivel foglalkozni. Ha követsz, rendszeresen láthatod, hogy mikor jelentkezek be itt élőbe. Tegnap éjszaka hajnali 3-ig volt az élő, ugye amikor bevegyek vendégkérelembe, ugyanúgy láthatod, hogy be vagyok jelentkezve, ugyanúgy megtörténtek a közvetítések. Csodálatos felismerések, csodálatos pillanatok egyiket, tehát folyamatosan lehet látni, hogy hogyan is tudom az adott szemét a felismerés pillanatához elvezetni. Na hát itt vagyunk 59-en édesem, akkor szeretném első körbe látni, hogy az 59 emberből ki az, aki követ küldje nekem a komment szekcióba a szíveket. Ez lesz az első interakció, hogy lássuk, hogy küldje nekem a komment szekcióba a szíveket. Ez lesz az első interakció, hogy lássuk, hogy kik azok ezen a téren? Most hallottok? Oké. Okay. Jó, tehát akkor mindannyian követtek, akik itt vannak a live-ban.
Rendben. Oké. Igen. Hallottatok-e már itt a live-ba engem közvetíteni? Hallottátok-e már, hogy hogyan szólítok meg embereket a chat falon? Volt-e már részetek ebben? Ha igen, akkor írjátok, hogy igen. Mónika még nem hallotta. Melindácska se. Hogyne többször is. Még nem, sajnos. Jó. Majd mindjárt behívok néhány embert, akik hallották a közvetítést, vagy aki már élt a lehetőséggel. Jó. A következő kérdésem felétek, hogy tudjátok-e, hogy mi a honlapomnak a neve? Írjátok be a komment szekcióban a honlapomnak a nevét, ahol elértek, ha privát közvetítést szeretnétek. Hol tudtok regisztrálni, hol tudjátok megrendelni a jóslást, a közvetítést? Ha tudjátok, írjátok be a komment szekcióba a weboldalnak a nevét. Na, egy ember már tudja. Lássuk a többieket, 72-en vagyunk. Ki tudja, hogy hol tud beregisztrálni hozzám? Kettő ember már tudja, Erika tudja? Edina tudja. Szia, Edina, köszönöm a kommentjeidet. Mónika, igen, ott egy F betű, az nem kell. Melindácska, nem Csicsi, hanem Csicsovszki. De amúgy cukik vagytok. Na nézzük a komment szekcióba, írjátok be, hogy ki az, aki tudja, hogy hol tud beregisztrálni, hol találja az áraimat. Ezek azért fontosak, mert hát gyerekek, annyi üzenet jön. Hát azt se tudom, mi a weboldal, úrnő, te nem is mondtad nekem. Ja, mi az, hogy weboldal? Szóval itt valószínű, hogy velem van a gond, mert nem mondom el többször, és akkor így mindenkinek van lehetősége. Oké. Jó, akkor remélem mindenki tudja most már így nagyjából, hogy akkor mi a stájsz. Jó. A következő kérdésem felétek az lenne, hogy a privát jóslás közvetítés az ingyenes, édeseim? Írjátok már meg a chat falon, hogy ingyenesek-e a privát jóslások, közvetítések, ha tudjátok. Jó napot kívánok, sziasztok! Szuszi René, ott nem jól írtad. Oké. Okay. A privát nem ingyenes, így van. Jó. Sziasztok. Igen, és a közvetítések itt a TikTokon. Igen. Tehát itt a TikTokon, amikor bejelentkezek, és meghalom a sztoridot, akkor ingyen közvetitek. Itt a TikTokon így van. Tehát a privát, amikor vagy egyeztetünk, az nem ingyenes. Itt a TikTokon ugye rendszeres. Jó. És akkor azt tudnátok, tehát az nagyon fontos, hogy tudjátok, ahhoz, hogy ingyen közvetítésben vegyetek részt, itt kell lenni rendszeresen a live-ba. Tegnap is, gyerekek, 10 voltunk a live-ba, a Lindusnál voltunk vendégkérelembe. Mi történt? Tegnap előtt itt voltunk a live-ba 70-en. Mi történt? Aztán szépen lementünk 50-re. Azelőtt ott voltunk 250-en, aztán lementünk 100-ra. Azt írja Melindácska, hogy az a baj, hogy sokat dolgozok, alig vagyok otthon. Hát Melindácska, akkor mindenképpen a privát közvetítést javaslom neked. Ez nyilván ugye egy lehetőség az emberek számára, aki ingyen közvetítést szeretne. Tehát ahhoz, hogy ingyen közvetítést szeretnétek, és szeretnétek itt lenni a live-ba, tehát gyakorlatilag itt kell lenni, tehát nem tudok mit csinálni.
ha te dolgozol, vagy ugye nyilván ugye fontos feladataid vannak, akkor nyilván annak adsz energiát. Tehát igen, tehát ezt tudnotok kell, hogy én is rengeteget dolgozok, de a szabadidőmben, ahogy tehetem, késő este, vagy... Tehát én rendszeresen itt vagyok. Tehát azért mondom, hogy ezeket azért beszélek ezekről, mert sokan ugye derogál, sokaknak fáj, hogy nem kapnak ingyen közvetítést. Na most, hogyha nem vagytok itt, akkor nyilván ugye nem élhettek a lehetőséggel. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok abból a szempontból, hogy tudjátok, aki ténylegesen azt szeretné, hogy csak vele foglalkozzak, akkor a csicsovszkijónőjósok.hu oldalán kell regisztrálnia. Jó, akkor nézzük az árakat. Tisztában vagytok-e az árakkal? Mi mennyibe kerül a honlapon? Tudjátok-e az árakat a honlapon? Nézzük meg, mennyi az alapjóslás. Írjátok be, ha az alapcsomagot kéritek. Vince Tomi, mi az a 125 ezer forint, kicsim? Pontatlan informál, látjátok? Ezért jó, ha beszélünk az árakról. Na, az alapcsomag, az alapcsomagnak az árát írjátok be a honlapra. Igen. Ebben az évben ennyi, igen. 24, így van, igen. Tehát, hogyha az alapcsomagot választátok, akkor ott a jelenlegi blokkjaidról beszélek. Tehát az alapcsomag, ott terület lesz szó, mi az, ami korlátoz, mi az, ami blokkol, tehát ugye, hogy közvetek az alapcsomagnál is. Jó, nézzük a konikus jóslást. Konikus jóslás milyen árban van a honlapon? Tudjátok-e? Kozmikus jóslás az a szerelmi, amikor az adott személy, aki fontos a szívednek, neki az érzéseit vállom veled kapcsolatban. Tudjátok-e, hogy a kozmikus jóslásnak milyen árai vannak? Remélem, Vince Tomi, most már akkor tisztában vagy az árakkal, tehát az az ár, amit te leírtál, az pontatlan információ. Na, ki tudja, hogy a kozmikus jóslás mennyibe kerül a honlapon? 50 millió forintos kérdés, gyerekek. Na? Nem tudjátok? Tehát a szerelmed, aki fontos a szívednek, nem annyiba kerül Mária, se Sebastian, nem. Na hát, édeseim, a kozmikus jóslás. Nem, Mónika, majdnem eltaláltad. Nem, Julianna, nem annyiba kerül. Erika, nem annyiba kerül. Na, Henrietta tudja, így van, 33 ezer forint, így van. Na, igen, tehát itt az a lényeg, hogy aki a szívednek fontos, tehát neki az érzéseit fogom leközvetíteni, megtudhatod, hogy mennyire valós a szerelme, őszinte, tiszta szerelmi érzéssel, szándékokkal van-e a te irányodba, lehet-e harmonikus kapcsolat. Igen. Na, akkor nézzük a kozmikus pluszjóslást. A kozmikus pluszjóslás, ott kettő személynek az érzéseit vázolom neked, abban az egy órában. Tudjátok-e, hogy a kozmikus pluszjóslás mennyibe kerül, édeseim, a honlapon? Tehát gyakorlatilag a csicsovszkijónőjósok.hu oldalát már lecsekkoltátok, akkor ugye tudni kellene, hogy a kozmikus plusz mennyibe kerül. Nem, Julika, nem annyi. Ugye különböző árak vannak fent, tehát szóval, de amúgy cuki vagy, mindjárt elérünk ahhoz az árhoz is, amit írtál, Julika. Vagy Julika? Na, kozmikus plusz, amikor kettő személynek az érzései. Nem, Juli, nem annyi. Nem annyi, Noémi, nem. Kozmikus plusz, kettő személynek az érzései. Kozmikus jóslás. Nem, Mónika, nem annyiba kerül. Na, hát valaki. Nem Ágnes, nem. Nem, Patricia, az a kozmikus. Itt a kozmikus plusz kell. Na.
Csicsovszki-uniósok.hu. Oké, Henrietta tudja. 37 000 forint. Szuper! Na látjátok, megy ez. Tehát azért fontos, és azért beszélek ezekről a dolgokról, mert hú, gyerekek, olyan összegeket írnak, és olyan demonstratív, hogy hát ezek horror összegek, hát valaki egy egész hónapot dolgozik ezért. Szóval az a lényeg, hogy tudjunk már, és tisztában legyünk az árakkal, szóval igen. Oké, na nézzük a kombinált jóslás. A kombinált jóslás, amikor nevén szólítom szeretteidet az élők és a holtak világából, az ugye múlt, jelen, jövő, teljes körű közvetítés. Nézzük, a kombinált jóslás mennyibe kerül. Na, köszönjük, Linduska, Julianna, szuper vagy, igen. Gyermekjóslás. Mi? Mindjárt válaszolok rá. Na, Julika, igen, nem. Julika, nem jó az összeg. Edina, jó az összeg, igen, 48. Az 58 az a lélek kommunikáció. Szuper. Na, akkor mondom a gyermekjóslást, vagy mit. Tehát önmagában gyermekekre nem közvetítek. Ha te kérsz egy kombinált jóslást, a te gyermekeidet meg tudom nézni, mivel ugye kimondom a gyerekeidnek a nevét, ugye? Tehát az a lényeg, hogy apai oldal, anyai oldal, gyermek oldal. Hogy lesz a gyermeked? Na, akkor közlöm, Monika, figyelj. Közvetítő vagyok. Ezek a látnoki képességek, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy amikor a kombinált jóslást kéred, beregisztrálsz a csicsovszki-uniósok.hu oldalán, elkezdek neked közvetíteni. Felsorolom a neveket, a településeket, a munkásságokat. És ha látok gyermekáldást, azt úgy is fogom neked mondani. Semmit ne mondjatok magatokról. Pont ez a lényeg. A beazonosítás. Amikor egy vadidegen ember elmondja úgy az életedet, hogy mi soha, de soha nem beszéltünk. Ez a lényeg. A kombinált jóslást kell választani, Monika. Így van. Tehát csicsovszki-uniósok.hu, tehát beírod a Google-be, és akkor közvetlenül ott, ahogy beírtad a csicsovszki-uniósok.hu oldalát a Google-be, feljön a főoldal, és akkor ott a csomagokon belül kell kiválasztanod az 5-ös csomag, egyébként a kombinált jóslás. Rákattintasz, hogy feljön egy űrlap, igazából itt ugye a számlához fog kelleni, ugye egy név, egy cím, település, tehát igazából itt az adatvédelmi tájékoztatót kipipálva, senkinek nem adjuk ki ugye az adataidat, tehát ez mind-mind ugye a weboldal az arra célra szolgál, hogy egyrészt védi az ügyfelet és engem is, tehát minden hivatalosan működik. Ahogy kitöltötted a regisztrációs űrlapot, akkor az adatvédelmi tájékoztatót ki kell pipálni, és akkor utána a beküldés gombra kattintasz. Utána kapnod kell egy visszaigazoló e-mailt. Nagyon fontos, hogy az e-mail címetekre figyeljetek a regisztráció során, mert hogyha csak egyetlen egy betűcske vagy egy pont hiányzik, spambe kerül, szóval nem kaptok visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mailbe tájékoztatlak az utalási folyamatokról, tehát ahogy beérkezik az utalásod, úgy adok időpontokat. Az időpontok ugye reggel 8-tól 5-ig vannak, ha 5-kor kezdjük, 6-ig tart, ha 6 óra után akarod az időpontokat, akkor ott már plusz árat számolok fel. Mindenképpen alkalmazkodnotok kell az időpontokhoz, tehát én este 8, meg 9, 10 órakor nem jósolok már senkinek. Szóval nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy mi a menete. Monika, teljesen mindegy, hogy milyen címet írtok be, egy automosó címet írtok be a regisztrációnál, nekem az is tökéletes, nekem mindegy. Az a lényeg, hogy egy cím legyen, hogy a számlát ki tudja mindenkinek állítani. A továbbiakban telefonon keresztül működik, tehát online, ugye a hangod elegendő, tehát nem személyes a találkozás. Szóval, nagyon örülök, hogy akkor így már tudjátok, hogy mi a menete. Azért is fontosak ezek a dolgok, mert ugye nem általánosítunk, tehát mindenki más-másképp működik. Gyakorlatilag ugye nem csak kártyát pakolok, hanem ugye közvetítek is. A közvetítés, amikor konkrét történetekről, megélt események, valós megtörtént eseményekről beszélek. Egy vadidegen embert felszólítok a történetével. Ez azért is fontos, milyen célt szolgál, hogy a felgyülemlő problémák, ami fölötte elsiklottál, én arról fogok első körbe beszélni, generáción keresztül foglak végigvinni. Tehát ez abban nyilvánul meg, hogy születésedtől mostanáig, melyek azok a történetek,
és melyek azok az évek, ahol te megszégyenültél, vagy azok a dolgok, amiről te nem akarsz beszélni. Tehát így történik az egész. Apai, anyai oldal, gyermek oldal, egy kupacba kell lenni a családfádnak, tehát teljes mértékig felépítem, kikkel voltak problémák, és a jövőben kivel lesz feladatod. Tehát azok a problémák, amit még nem oldottál meg, ami mögött még nem zártad be az ajtót, azok milyen hatással vannak a jelenlegi helyzetedre és a jövődre. Mi az, amit még mindig magaddal cipelsz és terheli a lelkedet, blokkjaid vannak, elakadásaid vannak. Tehát a közvetítés arra a célra szolgál, hogy tudjad, hogy már pedig lenn ez és ez a feladatod, tehát ezeket a dolgokat meg kell oldanod. Nagyon sokan öröklődött betegség, vagy önmagában ugye megtörtént események, traumák, nehézségek voltak az egyik családtagoddal. Nyilván ugye annak a nevét, annak az oldalát fogom felsorolni. Nagyon fontos, hogy a beazonosítás nagyon szükséges, mert másképp nem hinnéd el. Tehát ez a lényeg, hogy kérdezés nélkül elmondom az életedet. Ha például a szerelmednek a nevét ki fogom mondani, akkor tudnod kell, hogy kőkemény nehézségek és surlódások lesznek. Akiknek a nevei elhangzanak egy közvetítésnél, mindig probléma szüli a történetet. Nagyon fontos a behatárolás, hogy hogyan is működik a történet. Szép napot mindenkinek! Az a lényeg, hogy senki semmit nem mondjon magáról, nem fogok tőled kérdezni semmit, tollat, papírt kell elővenni. Na, akkor nézzük meg, hogy a közvetítések... mennyire figyeltetek. Nagyon fontos, hogy az időpontok, hétfőtől péntekig, hogy vannak az időpontok, nézzük meg, mettől meddig vannak az időpontok, édeseim. Nézzük a chatfalon, írjátok be, hogy mettől meddig órában. Ting Mother, köszönjük. Ő már írja. Igen, 8-tól 17 óráig, igen, és a 17-kor kezdjük, 6-ig tart. Szuper. Nézzük az SOS jóslásokat. Az SOS jóslás, a közvetítés hány órától van durván? Az SOS időpontok. Tehát, hogyha napokon belül szeretnél időpontot, tehát a duplára sok 6 órától, oké. Okay. Hattól. Jó. Oké, a következő kérdésem az lenne felétek, hogy melyikőtök regisztrált már a csicsovszkijónőjósó.hu oldalán, lehet-e tudni? Elég, ha annyit írtok, hogy igen vagy nem. Julianna regisztrált már. Tikesz is. Domonkosné is, Ötvös Anna is, Veronika még nem, Mária azt írja, hamarosan fog, van, aki még gyűjt rá. Oké. Annyi kérdésem lenne felétek, hogy egyébként csak telefonunk közvetítünk, hogy akkor nézzünk egy olyan dolgot, hogyha van kedvetek, én behívlak benneteket, aki már regisztrált, hogy szeretném hallani, hogyha esetleg van kedvetek, megoszthatnád velem, vagy küldjetek egy felkérést, aki szeretné megosztani, hogy miért regisztrált már nálam. Van, akinek tudok felkérést küldeni, van, akinek nem. Hogy egyesével megoszthatnátok a többiekkel, hogy miért hasznos ez a közvetítés, hogy esetleg, ha van kedvetek, megosztanátok ezt a gondolatot.
vagy hogy miért regisztráltatok már hozzám. Szia, Anna! Sziasztok! Üdvözlöm, kedves Anna! Hát szeretném hallani tőled is, hogy milyen céllal regisztráltál a Csicsovszki Úrnő Jósó.hu oldalán, és akkor egyesével szeretném hallani. Hát vannak problémáim, ugye, hogy az életben, hogy egészségem, párkapcsolatom, hogy mindességgel. Egy pillanat, Anna. Addig lenémítalak benneteket, jó, hogy akkor egyesével hallgassuk meg a többieket, jó, köszönöm, hogy itt vagytok. Hallgatlak, Anna, igen. Hát, mert vannak ilyen elakadások az életemben, és akkor most úgy gondoltam, hogy hát végig szeretném ezt vinni, vagy tudni, hogy mik is ezek. Örülök, hogy találkoztam veletek itt a TikTokon, meg hogy vagy, hogy biztos te meg fogod tudni az én problémámat, meg több millió embernek is. És ezért jelentkeztem, vagyis döntöttem így, hogy most így meg szeretném tudni, hogy mi is a valóság, meg az igazság. És azt lehet tudni, kedves Anna, hogy miért pont engem választottál? Hát, mert téged találtalak szimpatikusnak. És te vagy az az ember, vagyis az áldás, aki ezt meg tudja nekünk mind mondani, meg nekem is, hogy mi is van az elakadásunkban, mert így egy párat én is láttam, hallgattam, meg voltam is, de nem igazán történtek olyan dolgok, ami a valóság lett volna. Egy pár lájba benne voltam, hallottam, és én hiszem, amit te mondasz, meg amit te tudsz. Azért. És akkor egy kicsit bővebben mesélj már, hogy mi volt az a konkrét dolog, ami által teljes mértékig a tudás, amit tudok, tehát hogy a tudásom miben is nyilvánult meg akkor benned, amikor beregisztráltál a Csicsovszki Uniósó.hu oldalán? Hát igazából az, hogy ugye a múltra is vissza lehet ugye menni, és egy lájba voltam benne, már úgy pontosan nem tudom, hogy kinek is volt igazából, és ott anyukákkal volt egy probléma, gyerek anyukával kapcsolatosan, és akkor ott éreztem én is azt, hogy hát engemet ez most így igazából érint, és akkor döntöttem el, hogy most én regisztrálok, mert engemet ez a dolog itten úgy megfogott, megragadott, hogy nekem is ilyen hasonló problémáim lennének, vagy vannak. Azért. És hogy látod, Anna, a beazonosítás mennyire volt fontos? Tehát, hogy a nevekkel, vezetéknevekkel? Tehát ezt fogott meg? Igen, igen. Meg egyébként igazából, hogy most úgy őszintén, csak későre kaptam én úgy észhez, hogy nekem is egyébként mondtál. Csak ugye én későre jöttem rá, hogy az nekem szólt. Volt egy 4-5 olyan szó, ami hozzám tartozott. És azért. Értem. Jól van, köszönjük. Ha esetleg van még gondolatod meg, akkor hallgatjuk, kedves Dumogosi Horváth Erzsébetet. Ugye írtad nekünk, hogy most már feloldhatod a mikrofonodat, hogy írtad, hogy regisztráltál, hogy milyen céllal, miért pont engem választottál? Sziasztok! Nem tudom, lehet-e hallani? Hello? Hallunk tökéletesen, hallgatva. Ez a múltelemzés, meg egyáltalán én, te vagy az első, akiről hallottam, hogy ennyire pontosan tud működni, hogy név szerint, lakóhely szerint mindent látsz. Szóval én is régen jártam elég sok helyen, soha még ilyennel nem találkoztam. És szoktam bent lenni az élő live-okban, szoktalak hallgatni titeket, akinek már közvetítettél, és hát elég megdöbbentő. És nekem is vannak olyan dolgok, ami pont ilyen dolgokkal kapcsolatos, és úgy érzem, hogy ilyenre van szükségem, aki tényleg ezeket a dolgokat meg tudja mondani.
hogy És mitől vannak akadások, ki tartozik hozzánk, ugye mindenkinek van problémája, mindenkinek van eltávozott szerettei, és én is várok üzenetet is. Úgyhogy te számomra hiteles vagy. Na, köszönjük a gondolataidat, és akkor Ezsike, amikor azt említetted, hogy hallottál rólam, ennek elmeséled, hogy hol hallottál rólam egyébként elsőnek? Itt a TikTokon. És először így, igazából nekem nem is volt TikTokom, nem régen van. És az első között dobott fel téged, és úgy először a külsőt fogott meg a szemed, hát úgy túl is mentem rajta, aztán amikor még egyszer, akkor meghallgattalak. És akkor hallgattam azokat, meg olvastam kommenteket, akiknek már közvetítettél. És így igazából én innen hallottam rólad, nem máshol, mert nincsen kapcsolatom olyannal közvetlenül, akit én ismerek. És igazából csak innen. És melyik része volt számodra a megdöbbentő, amikor ezt a szót használtad? Hát, hogy név szerint tudod mondani hely, a lakhely szerint. Szóval ilyet én még nem hallottam. Soha. Nem is tapasztaltam. Tehát ezt nem lehet általánosságba mondani. Valakinek a hozzátartozójainak a nevét és a lakhelyét és az élettörténetét, hogy milyen házban lakik, mi van ott, tehát így még én soha nem hallottam senkit, aki erre képes. És számomra egyáltalán nem ijesztő, hanem, mint sokan mondják, hogy sokat kapnak, hát biztos lesz benne olyan is majd, ami meglep, de én kíváncsian várom. És remélem, hogy az én problémámat is megoldja. És akkor már egyeztettünk időpontot? Igen. Egyeztettünk. Jó, és egyébként már ne haragudj, Erzsike, csak annyit szeretnénk még kérdezni. Lehet, hogy másoknak is ugye ez lehetőség lesz így a gondolatvitelnél, hogy szerinted önmagában miért, mi a célja ennek a közvetítésnek, hogy miben tudja segíteni az embereket egyébként? Hát szerintem sok mindenkinek van feldolgozatlan története, és vannak blokkok az életébe, és vannak dolgok, amit nem tudott elengedni, vagy nem is gondolt rá, hogy az pont leblokkolja az ő életét, vagy az elhunyt szerette elvitte magával a dolgokat, titkokat úgymond, és talán most feloldódnak ezek a dolgok. Mert én úgy érzem, hogy igenis van, ez egy olyan dolog, ami tud gátat szabni ahhoz, hogy tovább haladjunk az életünkbe, és hogy helyes úton maradjunk, érzelmileg, egészségileg, mindenhogyan. És szerintem ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Elengedni egy elhunytat, hogy esetleg maradt ott olyan megoldatlan probléma, ami a mostani, az élők életét gátolja. Tehát ilyesmire gondolok. Igen. És ezt lehet tudni, hogy melyik csomagot választottad? A Csicsovszki uniójósok.hu oldalán? Igen, a kombináltat választottam. A kombináltat. Aha. Na, szuper. Hogy De én szeretnék tudni ezt azt, úgyhogy bővebben. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy te el tudod-e mondani az én családtagjaim nevét, hiszen abban én biztos vagyok. Én arra vagyok kíváncsi, hogy én nekem hol akadt el a történet, hogy mi az, amit még nem kell. Igen. Hát ugye az a lényeg, hogy amikor majd sorolom neked a neveket, amikor lesz a közvetítésed, akkor nyilván ugye azoknak a nevei fog első körben elhangzani, akikkel problémák voltak, akikkel nehézségeid voltak, és mindig az az év fog kelleni. De majd gyönyörűen le lehet vezetni egyébként, tehát mindent el fogok neked mondani ezzel kapcsolatban. Jó, már nagyon várom. Úgyhogy
Azért is hallgatom, mert olyan jól esik hallgatni, hogy másoknak már ez megtörtént, és hogy milyen tapasztalások van, mert ez tényleg Sziasztok! hihetetlen. Igen. Katika, Bernadett szeretne egy kérdést feltenni neked. Itt a chatfalon már írta, de hallgatunk Bernadett. Igen, szerbusz. Azt szeretném megkérdezni, hogyha esetleg megtörtént a közvetítés az úrnővel, akkor lenne kedved róla beszélni? Itt velünk? Már olyan részről természetesen, ami számodra kimondható és megosztható, úgymond idegenekkel. Nem hallotta? A Katit kérdeztem. Katika, Ugye, hallasz? Kati? Domonkos Horváth Erzsébet, hallasz minket? Bocsánat, ő Erzsike, nem Katika. Akkor Erzsébet, bocsánat. Igen, én is Katikáztam, ne haragudjál. De azért, figyelj már, Erzsike. Nem válaszoltam. Erzsike, azért a Katikát írd már fel, jó? Magadnak. Mert fontos. Szóval, igen, a megosztható részeket természetesen szívesen elmesélem. Úgyhogy jó, köszönjük, mert nagyon szerettem mások történetét is meghallgatni. De amit lehet, igen, elmondom szívesen. De egyébként Erzsike, mert ugye néha akarsz, azért mesélhetsz nekünk, hogy miért, mivel kapcsolatban indított meg téged ez a spirituális világ, hogy miért látod, vagy mi elindultál már, vagy miért fontos ez az út neked, igen? Hű, hát ez attól komplettebb, erről nem nagyon akartam beszélni, majd csak veled. Egy történt velem. 20 évesen egy dolog, és ott nekem megváltozott az egész életem és gondolkodásom. És én azóta is keresem a helyes utat ebbe a történetbe, de például nem ez az egyik kérdés, igen. Hát az a lényeg, hogy nem kell konkrét dolgokat mondanod magadról, csak így általánosan mesélhetsz, hogy mert ugye sokan nem hisznek a spiritualitásba, vagy ebbe a világba, hogy esetleg ezen az úton, hogy hogyan és miképpen, tehát elég, hogyha csak így felszínesen mesélsz. Hát igen, történt egy dolog, és teljesen megváltozott az én életem, az én gondolkodásom, és történtek olyan dolgok, amivel én azelőtt soha életemben nem találkoztam, és ami meggyőzött engem arról, hogy igenis ez a világ létezik. Ebbe történt jó is, és történt nagyon rossz is. És ez kapcsolódik ehhez a világhoz, ez a spirituális világhoz. És én már ezt nagyon-nagyon régóta tudom, hogy létezik, csak a vele való kapcsolatot és azokat a dolgok, amik megtörténtek, azt nem tudom, hogy hogyan építsem be az életembe, vagy hogyan használjam helyesen. Ez egy létező világ, a rossz is, a jó is. És hát igen, meg tudja az ember életét változtatni. Csak sokan nem tudják, hogy például én is, amikor megváltoztam, a gondolkodásom megváltozott, kerestem egy utat, és hogy nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az egésszel ebbe a világba. Tehát értem ez hogy olyan dolgok történtek, tehát válaszokat szeretnél, igen. Tehát gyakorlatilag a saját dolgaiddal kapcsolatban szeretnél elindulni és válaszokat kapni. Tehát igazából így kell értenünk, nem? Igen, körülbelül igen. És mesélj már a többieknek, hogy melyik volt az a durva rész, amit egy közvetítésnél például hallottál. Hú, a durva? Fú, hát amikor például visszamentél az egyik úrnál egy több száz éves történetre a családjába, hogy mi történt az ő, nem tudom. Zoli. Például az is. Azért az kemény, és az pontosan látni. És amint beigazolódott, már hallottam ezt az úriembert, és hogy ez tényleg így történt.
meg volt sok. Hát most így nem tudok mindenkit felidézni. Ha a hölgy, aki mondjuk elégette a paplant, és elkezdett utána változni az élet, és elkezdett, mert ő Én mesélte, hát ő voltam. mesélte. Igen, na, én hallgatom Igen. benneteket, csak meg, na ugye így nem tudom pontosan mindenkit felidézni, hogy te voltál, akinek a pánik beteg, vagy nem is tudom, hogy csökkent a pánik roham. Igen. Ugye? Na, már bocsánat, ha nem pontosan tudom idézni, csak ugye ezekre Nem kell baj. vezetni, és igen, és ezek nagy dolgok. Mert rengetegszer Hát igen, ezek óriási dolgok voltak, ugye a paplannal kezdődött, aztán a legnagyobb sok hatás az mégis számomra a cicanadrág volt, ugye? És gyakorlatilag tényleg gondolkodás nélkül mentem ki az éjszaka kellős közepén, és kezdtem el ezeket a dolgokat meggyújtani és elégetni, és valóban egyébként tényleg a fizikai, olyan fizikai tüneteim voltak már jó ideje, amiket nem tudtam orvos által megoldani, mert folyamatos ilyen negatív leleteredményeim voltak, úgyhogy magyarul nem voltam úgy semmi bajom, de mégis voltak tüneteim, és ezek folyamatosan úgy néz ki, hogy szűnnek meg, és oldódnak fel ezek a blokkok ezáltal, hogy ezek a dolgok megtörténtek, és gyakorlatilag utána is kaptam olyan információkat, meg olyan tárgyakat a tárgyakról a lakásban, amiknek nincs itt helye, és ezeket természetesen ki is vittem azonnal, meg is szüntettem őket, és bevallom őszintén, hogy nagyon sok minden olyan szinten változott, hogy egyedül is utazom már. Szóval azért én nekem ezek már több mint 10 éves problémák is vannak, amik folyamatosan oldódnak. Sziasztok, Szia, szép Jolika! vasárnapot mindenkinek! Szia, Sziasztok! Jolika! Én nem tudom, hogy kerültem be, de sziasztok! Szervusz! A felkérés volt, igen. Tehát akkor így Erzsike értheted, hogy ő is ugye a gyógyulás pillanatában, tehát hogy a felismerés pillanata megtörtént, ahogy mondtam a Bernadettnek a sztorit, amit leközvetítettem, és ezáltal már ténylegesen elindult azon az úton, amin alapvetően egy privát közvetítésnél nyilván ugye felismerés pillanata ugyanúgy megtörténik, aki ugye itt live-ba volt, tehát akkor láttad, hogy hajnali 3-kor takaró tégetett. Igen. Igen. Igen, és ráadásul nem volt ez egy megoldatlan probléma, mert attól függetlenül, hogy kicsi volt a hordó, és a takaró meg óriás és vastag, attól függetlenül megoldottam ezeket különböző eszközökkel, hogy kisebbre darabokra szedjem szét, és már akkor, amikor nekiálltam, és gyakorlatilag, mivel tudjuk, hogy a takarító kihez kötődött, és milyen érzelmeket táplálók iránta, meg milyen sérelmeim voltak az évek alatt, ezek folyamatosan oldódtak minden egyes ilyen tépésnél. Szinte lehetett hallani, nem, hogy felszabadulnak azok az energiák. És az volt a jó ebből, és ezért is mondom, hogy jó a többieknek is meghallgatni az élményeit, mert ezáltal te is egyébként sokkal energikusabb leszel, még akkor is, ha nem a te történetedről van szó, meg nem a te blokkjaidat oldja, akkor is egy akkora energia térben vagyunk így, amikor együtt vagyunk, és oldunk meg dolgokat, vagy csak halljuk, hogy a másik éppen azon van, hogy megoldott egy problémát, hogy egyszerűen ezek mind mindannyiunkat előrébb visznek. És azért is szeretem, amikor többen vannak az élőben, és ha esetleg valaki úgy gondolja itt a chatfalon is, nyugodtan meg lehetne osztani az adást, mert minél több emberhez én legalábbis szeretném, hogyha eljutna, mert ez egy akkora segítség, egy akkora lehetőség, amivel élni szükséges, főleg a mai világban. Igen, tehát hogy tudják a többiek, hogy a mai témánk, akik már regisztráltak, hogy milyen céllal regisztráltak a csicsofiúnőjósok.hu oldalán. Úgyhogy itt a chat falon, akik itt vannak, és akik már regisztráltak a honlapon, nyugodtan kérhetnek felkérést, mert behívjuk őket. Mert egyrészt azért is fontos, hogy meg tudjátok osztani a többiekkel, hogy miért is érdemes, vagy mire jó ez a közvetítés,
mire jók ezek a jóslások, és hogy mennyit tudunk belőle tanulni. És ugye most a kedves Erzsébet és ugye az Anna is jelezte, hogy ők már regisztráltak a honlapon, hogyha esetleg van még valaki a chatfalról, akkor azt szívesen fogadjuk a gondolatait, mert úgy gondolom muszáj erről beszélni, egyrészt ugye az árakról, egyrészt, hogy hogyan tudtok elérni, és hogyan is működik ez a történet, mert itt, amikor ugye kérdeztem, a interakció megtörtént, sokan még most sem tudják, ugye, hogy mi a honlap, vagy egyáltalán milyen célt képvisel, és milyen célt szolgál, és ezért is fontosak ezek a dolgok, hogy beszéljünk róla, mert tényleg tanúbizonyosságot tesz a története egy-egy embernek. Mert bocsánat, hogy beleszólok, elnézést, csak láttátok az élőben, mikor a szabadtartási nyusziaink vannak kinn az udvaron. Ő az egyik picurka. Lettek kis nyuszik. Csak meg akartam mutatni, mert tudod, Judit, benn voltatok akkor az élőben, amikor pont a takarót csináltuk, és még néztétek is, hogy nálam szabadon vannak a nyuszik. Lehet hallani? Ahó. Lehet, igen. Ja, jó, na. Szóval ő az egyik nyuszi a szabad nyuszik közül, mármint a kisbabájuk. Cuki! Na, ennyit akartam, csak bocsi. Ja, köszönjük, Bernadett. Igen, tehát mert ugye írják itt a chat valahogy, hogy na erről is lemaradok. Tehát aki már regisztrált, vagy aki elgondolkodott ezen, hogy hamarosan szeretne regisztrálni, szívesen fogadom itt a páholyba, mert ténylegesen én is, meg hát szerintem mindenki kíváncsi lenne arra, hogy milyen célt szolgál mindenki számára ez a történet, mert így lehetséges, hogy könnyebben megérti az ember, hogy ténylegesen milyen betegségek, milyen problémák, és hogyan alakult ki. Köszönjük, Erzsébet, hogy itt voltál. Igen. Sziasztok, szia Laci. Igen, akik regisztráltak és utaltak, hétfőn fogok egyeztetni időpontot, tehát hétfőtől péntekig vannak az egyeztetések, úgyhogy nyugodtan lehet regisztrálni. Szép napot kívánok mindenkinek. És akkor Anna, ha már itt vagy, melyik része tetszett? Melyik? Bocsánat. Igen? Szóval... Igen? Mi legyen? Hát mehet tovább az adás. Szóval, okay. Hogy Anna, igen, mert mindig feljön ez az ablakon. Anna, hogy arról mesélj már a többieknek, hogy mégis hogyan csöppentél ide, és mi volt az, ami itt ragadta a gondolatvilágoddal, tehát a közvetítések, hogy melyik volt számodra a megdöbbentő. Közben némítom a Jolikát is, hogy ne csörögjetek. Hallgatunk, Anna. Hát igazából úgy történt ez a dolog, hogy ugye egy jó 2 hónapig táppénze voltam, és nagyon unatkoztam, és akkor is jobban ráértem ugye facebookozni, meg ugye tiktokozni, és egyszer csak úgy rátok találtam egy este. Hát Dorkát akkor azt hiszem hívtátok be, Dorkának volt egy közvetítése, utána lett a Bernadetté, hát ottan azt teljesen kiakadtam, de hát viszont nagyon érdekes volt, úgy minden olyan izgatott volt ugye számomra, akkor volt a Zolié, Lindusé, Tüncinek, jaj, meg ami meg nagyon megérintett, az a Kingájé. A Kingái az, még most is kiráz a hideg. Igen, és mi tetszett a Kingának a közvetítésébe, Anna? Jaj, Istenem, hát nagyon sok minden. Hát ugye ott az apukájával kapcsolatosan, ugye, mikor megszólalt az anyukája, és akkor ugye, hogy apukája éhes volt, meg hogy nem tudja szerencsétlen, hogy hol van, ki az, mi az, hát ezek a dolgok itten,
nagyon úgy, hogy mélyen érintettek, mert lehet, hogy nekem is vannak ilyen problémák, hogy akik nem tudják, hogy hol vannak, és ezek úgy, igen. Tehát Anna arról beszél, hogy a többiek tudják, hogy miről van szó, tehát amikor a felismerés pillanata, tehát amikor leközvetítettem az elhunyt lélek történetét, tehát így kezdjed mondani, hogy tudják, hogy miről van szó, mikor nevén neveztem, holott nem tudtam, hogy ki az, tehát így mesélj már a történetről, hogy értsék a többiek, hogy miért is érintett meg az a sztori. Hát, ugye Kingának itt volt egy közvetítése az anyuká, vagyis igen, és mind az anyukájáról volt legtöbb szó, tehát probléma, és akkor este volt egy live, és akkor ugye be volt hívva Kinga is, és akkor úgy mesélgetett a Kinga, hogy mi történt, meg mik voltak, és akkor megszólalt az anyukája is. Amikor megszólalt az anyukája, ugye akkor ilyen szívdobbanást hallottunk, és akkor ugye ott elhangzott egy olyan név, hogy Sándor. De és Anna arról beszél, hogy mint közvetítő, hogy hogyan láthattam ezeket a dolgokat, hogy értsék az emberek, hogy milyen célt szolgál a velem való közvetítés, és hogyan jutottunk el a Kingáig sztorihához. Hát most így le vagyok is sokkolva, így értelem. Tehát, hogy a többieknek azt oszd meg, hogy a velem, tehát egyrészt ugye miért regisztráltál, miért engem választottál, ugye arról már beszéltünk, és mi a hitelességem ebben a történetben? Erről beszélj a többieknek. Hát, hogy olyan el, hogy nem tudom kifejezni, bocsánat, annyira ilyen feszült vagyok, hogy nem tudom elmondani. Nem. Bocsánat, akkor átveszem a szót, köszi, hogy ne legyen kellemetlen köszi, ez a helyzet. Köszi, jó. Köszi, az a lényeg, hogy én már egy jó ideje követtem az úrnőt, és igen, volt szerencsém a chatfalról ide bekerülni, és gyakorlatilag mielőtt még nekem mondott volna bármit is, természetesen itt ingyenesen a TikTokon, ezt azért szeretném hozzátenni, én előtte már becsatlakoztam és hallgattam a többieknek a történetét. Valóban úgy beszél, és olyan információkat ad át mindenkinek kivétel nélkül, hogy neked nem kell beszélned sem a múltadról, sem a jelenedről, sem az aktuális problémáidról, nevén szólítja azokat a lelkeket is, akik már nincsenek az életedben. Ugye az elhunytakról úgy beszél, hogy nevén szólítja őket, átadja az információt róluk. Ha van olyan, akinek esetleg a neve nem tisztázódik, akkor olyan külső jegyeket fog róla mondani, amivel be tudod azonosítani, és biztosan fogod tudni, hogy igen, valóban róla van szó, mert ugye ennél is jelen voltam és hallottam. Szóval én csak olyanról tudok itt most beszélni, ami valóban tényleg megtörtént, és az életedben lévő személyeknek a nevét is úgy mondja el, hogy te ezekről nem beszéltél eddig. Nekem is ezt ugyanígy átadta, a volt párkapcsolatomtól kezdve a szüleimet, mindenkinek a nevét úgy adta át, és úgy beszéltünk róluk, hogy én előtte nem beszéltem az úrnővel ezekről a dolgokról, és gyakorlatilag magukat a tárgyakat is elmondja, amik azokhoz az emberekhez köthetőek. Szóval, hogy ez egy olyan felépített dolog, amiben nem lehet belekötni. Amióta itt vagyok és követtem az úrnőt, vannak emberek, akik kikövettek, és vannak olyanok is, akik bejöttek, és megpróbálták egy-egy élő adásban lehúzni ennek a dolognak a fontosságát és a hitelességét. Na most ezek az emberek még nem tartanak ott, hogy szembenézzenek a problémájukkal, őket nem szabad bántani, és hogyha esetleg valakinek van olyan az életében, vagy olyan családtagja, aki azt mondja, hogy te figyelj már, ez egy baromság, és ne foglalkozzál ezzel,
Ezeket el kell fogadni. Mindenki ott tart, ahol, és mindenki annyit ért meg ezekből a dolgokból, amennyit gyakorlatilag éppen meg tud érteni. Ez ne befolyásoljon senkit szerintem. Sziasztok, köszönöm szépen, Judit, hogy beengedtél. Szia, Nikol, egy fél pillanat. Lindus, mondjad, mit szerettél volna? Még Annának szeretnék visszakanyarodni egy pillanatra a Kingus történetére, hogy igazából a Kingusnak ugye volt egy privát közvetítése, ahol végig az édesanyjáról volt szinte szó, és azt is tudnotok kell, hogy ő nem azt fogja az úrnő mondani, tehát nem feltétlenül azt fogja mondani, amire ti kíváncsiak vagytok, hanem ami nagyon fontos az életedbe. Tehát a Kingának ugye édesanyjával van dolga, ő vele van úgymond feladata, és ezért szólt igazából szinte az egész közvetítés a Kingának az édesanyjáról. Igen. Köszönöm. Tudom, mert hát itt voltam előtte is, meg úgy hallottam. Persze, hát tudom, hogy mindenkinek ezt más. Hozzáfűztem, tudod, mert nem tudtad elmondani, csak hozzáfűztem ezt is. Köszönöm. Én köszönöm. Igen, tudom. Igen. Kedves Nikol, köszöntünk itt a többiekkel. Hallgatunk, Nikol, hogy téged mi vezetett rá, hogy regisztrálja a csicsovszkiunőjósó.hu oldalán? Hát először is én már nagyon sokat néztelek téged, és nagyon megtisztelő volt, egy 2 évvel ezelőtt szülőnapomkor vendégként megtiszteltél a live-omba, felköszöntöttél, és ugye beszélgettünk is egy pár szót, és akkor is úgy maga az a megnyugtató környezet is, az, ahogyan beszéltél, mint hogyha 1000 éve ismernénk egymást, és erről is beszéltünk, hogy érezned rajtam ezt a spirituális dolgokat, hogyha többet foglalkoznék ezzel, akkor picit nyitottabb lenne nekem is ez a világ, csak én, amit mondtam is akkor neked, hogy egy picit félek is tőle. Tehát amikor akkor erről beszéltünk, úgy jobban utána olvastam, akkor tanácsot kértem egy bizonyos dologban, ami meg is oldódott akkor a tanácsait segítségével. Igazából, és én azóta minden nap igazából, amiket felteszel videókat és motivációs dolgokat, és ami rezonál velem, jóslások és kártya, az szinte minden átjön olyan szinten, amit úgy gondolok, hogy velem kapcsolatos, és bele tudom építeni az életembe, és hinni ezekben a dolgokban. Teljesen mástól, annyira el tudlak vonatkoztatni más jós nőktől, mert én voltam már 2 nél is, és teljesen más, mert láthatatlanban mondasz meg olyan dolgokat, amit itt elmondtak a hölgyek előtt, amik valójában így vannak, és ez tényleg így is van. És tényleg ez a dolog fogott meg, viszont még mindig tartok attól, hogy én ebbe jobban bele menjek, mert nem biztos, hogy többet akarok tudni, mint amennyit látok. Igen, igen. És akkor, na hát örülök, hogy emlékszel rám. Azért 2 év az sok idő. Ne haragudj, ha én nem emlékszem rád. Mármint, hogy bent voltam az élődben. Pont születésnapomkor jöttél be, és akkor valamiért emlékszem is rá, hogy mikor vendégkérelmet kértél, meg is lepődtem, és örültem is nagyon neki, és bejöttél, és mondtad, hogy beszélni is szerettél volna, vagy írni is valamiben ezzel kapcsolatban, mert érezted rajtam ugye ezt, hogy nyitott vagyok erre a spirituális dolgokra, meg ilyenekre. Csak hogy mondtam akkor is, hogy ugye félek ezektől a dolgoktól igazából, mert túl sok mindent látok és érzek így is egyébként sok dologkal kapcsolatban, de megmondom az őszintét, hogy még mindig félek jobban válkálni ezekben a dolgokban. Sziasztok, szép napot mindenkinek!
Sziasztok! Egy pillanat, Nikol, hogy reagáljak, mert közben ki voltam némítva, hogy Nikol, melyik része tetszik igazából, a hitelesség, hogy konkrét nevekkel támasztom alá, vagy melyik része tetszik igazából? Az, hogy konkrét nevekkel is igen, meg a maga a problémának igazából, tehát nem megmondod, hogy mit kell tennem, nem megoldás egy összeadás, tehát ezt úgy tudom megfogalmazni, nem az, hogy kettő meg kettő, azt megmond, hogy négy, és akkor ennek így kell lennie, hanem rávezeted az embert igazából arra, hogy hogyan kell ezt a problémát megoldani, illetve segítséget és támaszt, adsz a tanácsokkal, illetve mondjuk egy kártya, vagy egy jóslással, vagy bármi ilyesmivel. Viszont ami az én részemet illeti, amikor azt beszéltünk is utána, ugye, hogy érzed is azt, hogy ugye nem mindenkinek nyílik meg a harmadik szeme, és mondtad is, hogy nekem van. Csak hogy ugye akkor is mondtam, hogy így is többet látok és érzek, itt maradt lelkekről, meg nem oldott dolgokról, stb. Ilyen érzem, hogy egy házban olyan dolog van, és ezért félek egy picit vájkálni ebbe a dologban, hogy mire lennék még képes mondjuk magamból kihozni. De hát nyilván ugye te is válaszokat akarsz, ezért regisztráltál. Igen, mindenki. Lehet tudni, Nikol, hogy melyik csomagot választottad a Csicsovszki Uniósok.hu oldalán? Most pár pillanat, hogy regisztráltam, és ugye kaptam ugye kreditet, és tettem is fel rögtön egy kérdést, rögtön egy kártyára. Igazából nem tudom. Mármint, hogy melyik csomagot választottad? Az alapot, a kozmikust, a kombinált? Igazából a kombináltat. Kombináltat, aha. Jó, hát lényegében a kombinált közvetett, annak az a lényege, hogy egy teljes körű feltérképezés, alapvetően generáción keresztül foglak végigvinni az első alkalomkor, tehát azt tudnotok kell, hogy nem a tetőszerkezettől kezdem, hanem tényleg a gyermekkori, tehát a felgyülemlő problémák, a sérelmek, ami fölött elsiklottál, valamint a jelenedet és a jövődet mi az, ami korlátozza. Tehát alapvetően ezzel szoktam kezdeni az első alkalomkor. Ha például, Nikol, ha a jelenlegi helyzetedről fogok beszélni, akkor tudnod kell, hogy sorsdöntő pillanatod van. Úgyhogy mindenki más amúgy. Hideglázott most ki, mert pontosan abban vagyok, teljes mértékben. És ez is volt a kérdésem az oldalon, és teljes mértékben azt a választ kaptam, amit tudtam, és szavakkal ez el is lett nekem mondva a párom részéről, ugyanaz, ami le volt írva a kártyában, de sorsdöntő, hogy vagy most, vagy soha, szó szerint. Igen, jól van, köszönjük, Nikol. Na, hallgatjuk mindjárt a Margót is, akkor Sminkes Gabi, hallgatunk, hogy mi lenne a kérdésed, szeretettel köszöntelek a live-ban. Sziasztok, szép napot mindenkinek! Nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Nekem vannak olyan dolgaim, hogy látok dolgokat. De úgy látom a dolgokat, ami be is valósul. Az idővallomot nem tudom, egyedül az anyukám halálát láttam 3 évvel előtte. Úgy van, hogy félig mozgó maga a kép, és félig fix. És nem tudom ezeket hova tenni. És ezek mindig random jönnek, ezek a féli mozgó, féli fix képek. És nem tudom, hogy ezt hogy tegyem föl neked, hogy írjam le jobban, mert nem tudom jobban leírni. Hogy... Nem is kell, figyelj, csak Gabi, ugye? Gabi vagy. Csodálatos sminkes Gabi, szia! Imádjuk a sminkeket, meg a tényleg a különlegességeket. Na hát ezt úgy kell elképzelned gyakorlatilag, hogy érdemes ugye, tehát az a része, hogy teljesen fel tudjam térképezni a történetedet. Tehát, hogyha a Csicsovszki Uniósok.hu oldalán beregisztrálsz, a kombinált jóslást választod, és a megbeszélt időpontban felhívlak, tollpapír legyen nálad, és akkor amennyiben azt mondod nekem, hogy mindent mondhatok, akkor minden egyes oldalról jönni fog az információ. Tehát akkor egy teljes körű feltérképezést fogok nálad tudni működtetni. A gondolati síkodon alapvetően ott lesznek a kérdések benned, vagy ha esetleg nem is tudtad megfogalmazni, az a lényeg, hogy semmit nem kell kérdezned, tehát engedned kell, hogy én közvetítsek neked.
jönni fognak nevek, történetek, települések, tehát nagyon fontos a beazonosítás. Egyrészt ugye, ha generáción keresztül foglak végigvinni, hogy ugye apai, anyai oldal, nyilván, hogyha nincs ilyen történet, akkor nyilván azt a részét fogom elmondani első körbe, ahol elakadtál, és hatással van a jelenedre, a jövődre, tehát ugye itt a negatív kimenetel, vagy akár a kérdéseid, a meg nem fogalmazott dolgok, tehát itt erről fogok neked elsőnek beszélni, és akkor így teljesen átlátható lesz, mert önmagában meg fogod kapni a kérdéseidre a választ. Tehát így fogok tudni segíteni mindenkinek, mert ahhoz, hogy bármilyen kérdést tesz fel az illető, rá kell szánni az emberre az adott időt. Tehát az egy óra, amikor csak ketten vagyunk, nyilván telefonon keresztül működik, de ugye minden mást kizárok magam körül. Itt az élőben, amikor felszólítok valakit, az SOS felszólítás. Tehát ott ugye mindenképpen hozzá kell szólnom, és mindenképpen át kell adnom az infót. De nyilván, ha privátban megkeresel, akkor ott veled fogok foglalkozni. Tehát ez a lényeg, hogy így fogom tudni segíteni akár a te történetedet, életedet, vagy a másik életét. Nem tudom, hogy ez így. Én azt szeretném megkérdezni, hogyha én nem akarok jóslást, csak erre az egy valamire választ kapni, hogy erre is van lehetőség? Vagy ehhez föl kell térképezni az egészet? Ezt fel kell térképezni, hát másképp nem működik. Tehát én a hasamra csapva információt nem adok senkinek, csak úgy, ha engedett, hogy közvetítsek. Fel kell térképezni, így van. Mivel a spiritualitáshoz is kapcsolódik, és történeted is, tehát nyilván ugye nem ismerjük egymást. Tehát rá kell kapcsolódnom, rá kell hangolódnom ahhoz, hogy én bármilyen információt át tudjak adni. Ezért jó, ha nem kérdezel semmit, mert el fogod hinni, hogy miről is van szó, hogy tényleg a te történeted. Másképp nem tudok segíteni, csak úgy, hogyha kapcsolódok rád. Jó, rendben. Köszönöm szépen, akkor majd regisztrálok, és akkor kérek időpontot. Rendben. Köszönöm, szép napot nektek. Nagyon szívesen, szép napod neked is. Köszönjük, hogy itt voltál. Na, üdvözlünk, kedves Margó. Most már benyomhatod a mikrofonodat. Ne haragudj már, hogy bátorkodtalak behívni, Margó. Ha jól látom, többször itt szoktál lenni a live-unkba. Nyomd be a mikrofonodat, Margó, hogyha hallasz. Igen. Remélem. Igen. Kicsit beteg vagyok, be vagyok rekedve, minden bajom van. Na, már beszéltünk, vagy csak a chatfalon voltál eddig? Nem, csak a chatfalon voltam, még a chatfalon csak most kezdtem bámészkodni, először csak kívülről, de aztán így hallgatóztam, de én már regisztráltam nála többször is. Most is van egy időpontom, december, februárra. Hát akkor csak jól érzékeltem, hogy mi már beszéltünk, édesem. Igen, háromszor, már regisztráltam hozzád háromszor. Eleinte csak így nézegettem a TikTokot, aztán így több minden rezonált, aztán ilyen olyan szemed van, hogy rendesen kamerán keresztül megszólítja az embert. Ilyetet tudom mondani. Udvarolj még, Margó, udvarolj nekem. Nem úgy vallás, de komolyan mondom, hogyha így szembenézek veled, rendesen megszólítja, hogy figyelj csak, többet tudok, mint amit te gondolnád. De komolyan így is választottalak ki a sok jósnő közül. És így, amit még elmondtál, az minden bejött, és egyen voltam úgy elcsodálkozva, hogy még olyat is mondtál, ami csak aztán következett be. Tehát a jobban ha visszaemlékszel rá, de hát gondolom nem ennyi ember közül, volt egy olyan, hogy mondtad, hogy meghalt egy nő, akit nem tudok elengedni. És ez a nő csak aztán halt meg. Basszus. Én megmondom őszintén, nem emlékszem a sztoridra, de megoszthatod a többiekkel, hogy mit éltél át esetleg még pluszba, hogy hallhassák, hogy egyrészt milyen fontos információkat szerettél volna a birtokodba tudni. Hát volt egy olyan, hogy az előző, hogy mi van körülöttem,
ott is minden ugyanúgy bevált, céges üggyel kapcsolatba, házzal kapcsolatba, minden ugyanúgy volt, ahogy elmondtad. Aztán jött egy szerelmi jóslás, az, hát így arra csak a megérzéseimre voltam kíváncsi, hogy valósak-e megérzéseim, és igenis ugyanúgy valósak voltak, és ugyanúgy, ahogy elmondtad, hogy ugyanúgy írni fog, ugyanúgy keresni fog, ez mind bekövetkezett. Úgy, ahogy ez most nem is olyan régen volt. És minden. Akkor figyelj csak, lélektörténeted is volt, ugye? Hát nem volt csak ez a történet, csak volt, hogy mondtad, hogy van egy olyan hölgy, aki meghalt, és nem tudom elengedni. Tisztításod volt már, Margó? Igen, volt egy tisztításom is, igen. Na várjál, ez is sikerült. Akkor is arról beszélni, hogy a férjem igen. Mindig zavargatott, meg folytogatott álmomba, és mindig futottam, és ez a tisztítás után ez megszűnt, hál' Istennek. Azóta nincs rémálmom. Sőt, azt lehet mondani, hogy ha álmodok is, csak ilyen értelmetlen kis sem, nem is emlékszek rá, hogy mit álmodok. De addig még mindig féltem, meg hallottam, hogy így kopognak az ajtón, aztán felébredtem rá, de sehol senki, de a kopogást meg hallottam, és aztán ezek mind megszűntek. Tehát akkor összességében hallhatjátok, hogy a Margónak lélektörténete is volt, egy tronfoló lélek, ugye, akit ténylegesen fel kellett szabadítani, el kellett küldeni, és ugye Margó... Rendesen hallottam, hogy kopog az ajtón, és felébredtem, és ébren voltam, és akkor is hallottam, hogy kopognak, és kimentem, és sehova senki nem állt. Ajtót nem nyitottam, csak kikukucskáltam, és nem állt senki az ajtón kívül. És amikor megtörtént ez a tisztítás, akkor megszűntek ezek a rémálmok, megszűnt mindenféle ilyen kopogás, meg dübögés, meg kaparás, meg minden ilyesmi. Igen, és mit tudnál tanácsolni a többieknek, akik még esetleg nem regisztráltak, vagy csak akik hallják, hogy mit tudnál tanácsolni? Tudom mindenkinek ajánlani, hogy nyugodtan regisztráljon, és higgyen benned, mert minden igaz, és minden úgy van, ahogy elmondod. Akik csak nézik is, és nem mernek regisztrálni, ne sajnálják azt a pénzt rá. Mert mindent meg fognak tudni, amit szeretnének. Na hát köszönjük szépen, kedves Margó, hogy elmondtad. Mert akkor így most már ti is hallhatjátok. Igen, ez a tapasztalatom, ezt tudom mondani. Ez így van. Mindenki nyugodtan regisztrálhat. Ne sajnálja rá a pénzt, aki megteheti. És akinek olyan problémái vannak, az nyugodtan. Igen, mert azért valljuk be, nem, Margó, hogy ez tényleg egy felbecsülhetetlen érték, amikor megszabadulsz egy olyan tromfoló lélektől, vagy nehézségek, problémák, ami megbetegíti az embert, nem? Sőt, olyan történt, hogy akit ők pontosan féltem, pontosan mindig menekültem tőle, egyszerűen olyan helyzet adódott, hogy találkoznom kellett vele, és egyáltalán nem féltem, mint álmomba is, hogy megöl, meg ilyesmi, mint addig, ahogy féltem tőle. Igen. Ez azért is jó, hogy így a te szádból hallhatják az emberek, mert ugye amennyiben a Margónak is ugye felismerés nyert a probléma és a megoldás, a Margó élt vele. És ez egy csoda. Igen. Még azt is elmondom, hogy volt egy, vagyis úgy akarom mondani, hogy próbára tettem, hogy felhívtam egy másik jósnőt,
És amit a Judit elmondott nekem, az elmondta nekem azt, hogy ugyanazt, amit a Judit elmondott, úgyhogy gondolom, ebből is látszik, hogy nem hazudik, meg nem kamu, hanem mindent elmond úgy, ahogy van. És minden bejön úgy, ahogy azt ő elmondja. Igen. Hát ezek tényleg csodálatos dolgok, amikor a felismerés pillanatát megélitek egy-egy közvetítéssel, és ezáltal tudunk gyógyulni. Szia, Rakendról! És én ilyenkor olyan boldog vagyok, mert azért csak elmondjátok. Van, aki leírja üzenetbe, van, aki e-mailt ír, és van, aki tényleg bejön a honlapról, tehát így a élőbe, és ugyanúgy megossza. Hát köszönjük szépen, Margó, a kedves gondolataidat, és akkor találkozunk februárba, ugye, mert akkor már van időpontod. Igen, 12-ére van, hogy hát már nagyon várom. Na, hát majd tol meg papír legyen nálad, aztán enged, hogy én csacsogjak neked. Én engedem. Oké. Okay. Jól van, köszönjük szépen, és örülök, hogy itt vagy. Jó. És akkor át is adnám a szót a kedves Lackának, ugye végre be tudott jelentkezni hozzánk, hogy mesélj, kedves Laci, hogy mi vitt rá arra, hogy regisztrálja Csicsovszki úrnő jósó.hu oldalra. Most már visszaadtam a hangodat, hallgatunk. Na, sziasztok, és szép napot kívánok mindenkinek. Igen, kedves úrnő, elég régóta készülök hozzád. Ugye próbáltál te már többször behívni engem live-ba, ugye a kevés követő miatt ez nem igazán jött össze. És hát ugye amióta én követlek téged, már nem így pontosan nem tudom meghatározni, de talán a Mademoiselle-nak a szobájába futottunk először össze, de lehet, hogy tévedek, pont ilyen spirituális téma volt, és akkor ilyen, tehát nem ezek a közvetítés és annak a hülyén fogalmazok élménybeszámolóiról volt, szóval nem konkrét spirituális témákról, és engem ez nagyon érdekel, és régóta is benne vagyok ebben, mint lelkes amatőr, mint lelkes érdeklődő. Hát volt rengeteg élményem, ingerem, ha talán emlékszel még rám, én küldtem a tükrömről a képet, amitől még a hideg is kirázott. Ez megvan? Hát valami émlik, mert megmondom őszintén, hogy annyi tükrös képet küldtek igen. Már, de lehet, hogy... Ez volt az, amiben ilyen megjelent. Ja, Istenem. Jó, inkább folytasd. Hát azért mondom, hogy sajnos ilyen történések voltak a házam körül. Nekem volt egy szívességi lakáshasználóm, és ő szembesült ezzel, őt meg is folytogatták az egyik éjszaka. És akkor itt gyakorlatilag, tehát engem folyamatosan környékezett a sötét oldal, és kőkeményen védekezek meg, harcolok ellene. Én úgy nézem, hogy most sikerült is letenni ezt a történetet, de szeretném ezt körbejárni, és ezért, és akkor itt a válasz a kérdésedre, hogy mi vitt rá, hogy regisztráljak nálad. Szeretném az okokat megtudni, mert az okozat az már ismert, mert mondom, ez a tükör, ez csak az egyik a sok közül, itt rengeteg minden történt. Voltam annak idején, korábban pár évvel ezelőtt ilyen integrált energia terápián, és akkor ott megpiszkálták a mindennemű csakráimat, hogy olyan álmaim voltak, hogy fölkent a falra az entitás meg társai, de valahogy mindig győztesen kerültem ki ezekből a harcokból, és mondom, szeretnék rájönni, hogy mi zajlik körülöttem egyáltalán, hogy mi nekem a szerepem ezekbe a dolgokba, a miértek érdekelnének, és ugye ez vit rá, hogy nálad is bejelentkezzek. Hazudnék, ha azt mondanám, rengeteg spirituális emberkével volt már kapcsolatom. Hát sajnos sok sarlatánba is belefutottam, de nálad abszolút, tehát össze nem hasonlítanám, abszolút érzem a hitelességet, tehát azért már elég régóta figyelem a élőidet, meg a bekapcsolódásaidat más live-okba, illetve jó pár videódat is megnéztem, tehát úgy tényleg úgy izgatottan várom a beszélgetést majd. És mi volt számodra a legsokkolóbb, Laci, amiket hallottál? Én nem, közvetítésnél.
Aha, nem igazán szoktam sokkolódni, érdeklődve meghallgatom. Tehát éppen tegnap mosolyogtam ezen, mert akkor is hallgattalak benneteket, hogy csak ugye tegnap is beírtam a chatbe, és lett belőle nagy félreértés. Elég nem közérthető a kvázi a humorom. Tehát én tegnap is poénnak szántam azt, hogy a tanítónéni kikérdezte a leckét, ugye amikor kérdezted az árszabást, hol található az oldal, mi található rajta. Tehát én tényleg ilyen poénból beszoktam dobni dolgokat. Tehát nem akartam ezt elsütni, hogy én kvázi, mint a rádió, így kiteszem a konyhába, és mikor ténykedek, kiteszem az élődet, és akkor hallgatom. Tehát én nem is feltétlenül akarok belefolyni, hallgatom mindenkinek a kis sztoriát. Kié jobban, kié kevésbé fog meg, mindenképpen tanulságos dolgokat szoktam benne hallani. Hát igen, ezért nem jó úgymond a chat, mert tényleg félreérthetőek lehetnek a gondolatok, és azért jó, ha bejön az adott személy, aztán ugye saját hanggal mondja a sztorit. Persze, hát ugye nálam is, ugye, amikor közvetitek, és nem nézem a chat falat, tehát én akkor teljesen azon a síkon szeretnék maradni, hogy még több információt át tudjak adni. Ilyenkor tudod, mindig a moderátorok nézik, meg hát ugye teljes védekező mechanizmus van itt a chat falon is. Mit értesz a védekezés alatt? Hát ugye nagyon-nagyon sokan... Tehát inkább úgy kezdeném, hogy nagyon-nagyon sok embert szeretnénk behívni ide a Páholyba, csak az a gond, hogy vagy nem érti, vagy destruktív, vagy minősítés van. Igen. És ezeket szeretnénk elkerülni, igen. Tehát ugye nagyon sokan tisztában vagyunk azzal, hogy mindenki szeretné a segítséget, tehát nyilván mindenkinek fontos az, hogy a mi értekre megkapja a választ, de viszont azért vannak ez a tanárnéni sztori, hogy mi mennyibe kerül a honlapon, mert valaki azt se tudja, hogy mi az, hogy honlap. Nem is tudják. Maga a menetét sem. Tehát én úgy gondolom, hogy többször is többször el kell mondani, hogy értsék, hogy ezek olyan energiát, olyan magaslati energiát működtetünk, olyan szinten a csatornázás, a lélek kommunikáció, konkrét nevekkel, teljes beazonosítás, hogy tehát nem két kártya fogja elmondani a sztoriukat, és arra invitálok mindenkit, hogy figyeljen, legyen itt, hallgassa végig, értse, hogy miről beszélünk. Szóval ezeket szeretnénk már, mint a negativitás, vagy esetleg az általános. Jó, egy részét nem hallottam, mert kifagyott a valószínű nálam a cset, de értem. Még amit szeretnék hozzáfűzni, hogy majd kíváncsi leszek, hogy amikor közvetítesz, akkor maga a település, ahol élek. Ezt már többször utaltam rá, csak nem biztos, hogy láttad vagy olvastad, hogy a település, ahol élek, milyen hatást fog rád gyakorolni, mert eléggé mozgalmas és véres történelme van. Hát figyelj, a közvetítés az mindig akkor derül ki minden, amikor beszélek veled. Ugye... Nem tudom, tehát majd akkor látni fogod. Az a lényeg, hogy igazából akkor még nem tudom én sem, hogy mit fogok neked akkor mondani, ahogy kapcsolódok. Nyilván ugye, ha figyelmeztető lesz, akár a hely, vagy nyilván a személyeknek a nevei el fognak hangzani, vagy munkásság, tehát teljes, ugye a beazonosítás, végigmegyünk a sztoridon. A jelenetben, a jövődben mi az, ami korlátoz? Tehát, hogyha a helység, ha ott jelenleg, akkor probléma, akkor ugye körül szoktam írni, vagy nevén nevezem. Tehát, ahogy kapom a szókincset, vagy az információt. Szóval mindenkinél más. Alapvetően a lakásokba is ugyanúgy belelátok, úgy tudom felszólítani a tárgyakkal, vagy önmagában változó mindenkinél, hogy miről lesz szó. Az a lényeg, hogy egy alkalom nem elég. Tehát ugye ahhoz, hogy végig tudjak vinni mindent, vagy minden információt meg tudják kapni, alapvetően amivel megkeresel, lehet nem azzal fogom kezdeni, azzal a kérdésedről, hogy megkapd a választ. Tehát lehet, hogy teljesen más oldalról közelítem meg a sztoridat, meg ez azért is fontos, mert ami minket érdekel, az nem biztos, hogy egyenlő azzal, amivel feladatunk van. Tehát mindenkinél más. Igen, rettentő nehézség számomra az, hogy befogjam a számot, mert ilyen szószátyár típus vagyok, de eszembe nem jutott. Megfogadom azt, amit mondtál, hogy hagyjalak beszélni, tehát egy szót nem fogok szólni, amíg nem kérdezel. Hát az a lényeg, hogy elsőnek enged, hogy leközvetítsem, ugye ahogy jönnek a nevek, települések, történetek, munkásságok, amit látok, lesznek ilyen szófordulatok, lesznek ilyen
talentumok, tehát ami egy-egy szó, ami furcsa lesz, de mégis leírod, és akkor utána úgyis végigmegyünk a történeten, hogy értsed, hogy miről beszéltem. Mondom, izgatottan várom, mert egyébként szerintem mozgalmas életem volt is. Igazándiból nekem, meg nem akarom elszólogatni ezeket a dolgokat, mert te mondtad ugye, hogy ne mondjunk semmit a körülményekről, meg semmi, engedjük, hogy majd te ezt látod. Hogy próbálok. Nem is kell mondanod semmit. Persze, csak az a lényeg, hogy igazándiból nekem van egy olyan tézisem, hogy nekem az előző élet szól be kőkeményen abba, hogy a mostani jelenembe, és igazándiból majd erre leszek. Egyedül ez az egy, ami úgy mozgat, meg hát, hogy mi a helyem és szerepem ebbe az egész történetbe. Hát az a lényeg, hogy... De remélem, értettem. Értem, én értem, persze. Tehát az a lényeg, hogy az egy órában sűrítve fogod kapni az információt. Tehát nyilván ugye live-okban nagyon kényelmes, én is hátradőlök, simogatom közben a macskát, és jönnek az infók. Érted? Tehát, hogy ott annyira van időnk, tehát kényelmesen hátradősz minden. Itt az egy órában sűrítve, tehát itt adagolni fogom, amit hallok, úgy fogom mondani sorba. Jó. Várom szeretettel, úgyhogy, és nagyon szépen köszönöm, hogy behívtál. Igazándiból érdemben már más nem tudok mondani, úgyhogy átadnám a helyemet másoknak. És nagyon szépen köszönöm, meg nagyon örülök, hogy végre tudtunk élő szóba jönni. Várjál már még egy picit, hogyha még ráérsz, csak én is feléd is lenne egy kérdés, hogy esetleg könnyebb lenne a többieknek. Ugye egyrészt ugye megfogalmaztad azt, hogy miért pont én, mert ugye akkor valószínű, hogy a hitelesség vagy önmagában a konkrét nevek és a beazonosítás az akkor valószínű tetszik, tehát ezért regisztráltál gondolom a honlapon. Tehát bocsánat, akkor reagálok. Igen. Tehát amit mondtam, hogy nem tegnap óta követlek, hanem lényegesen régebb óta, és amiket látok veled kapcsolatban körülötted, emberileg a hangod, a reakcióid abszolút szimpatikusak, hiteles embernek tartalak, hiteles közvetítőnek, közvetítőnek és embernek is, na, így akartam mondani. Igen. Azért. Igen, és annyi lenne, hogy itt például írja az Anita, hogy elnézést, én az úrnő megszólítást nem értem, hogy még mielőtt belekezdenék ebbe a történetbe, hogy esetleg tudnál-e segíteni azzal, hogy miért is az úrnő a titulus, tehát a Csicsovszki úrnő, hogy ezt te mennyire tudtad elfogadni például? Hogy mondjam, én nagyon sokáig a keresztneveden szólítottalak, cseten is mindenhol, igazándiból én ezeknek nem tulajdonítok túl nagy, most nem akarok megbotránkoztató lenni, de nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, viszont alkalmazkodok az olyan dolgokhoz, amikor kérés irányul erre, illetve, tehát ettől a részemről, bárhogy szólítsalak is, ugyanúgy megvan a maximális tisztelet az irányodba. Én most elfogadtam ezt, hogy te így kéred, nem kéred, kijár neked egyértelműen. Az úrnő megszólítás abszolút nekem ez gondot nem okoz. Tehát akár a Judit néven, akár... Tehát szerintem ez az én oldalamon nem releváns történet. Tudomásul vettem, úgyhogy úrnő vagy. De mondom, hogy abszolút nem akarom ismételni magamat, szimpatikus vagy, és abszolút minden maximális tiszteletem irányul feléd. Ennyi. Igen, igen, köszönjük, Laci. Igen, mert ugye sokaknak már alapvetően ez probléma, de azért azt tudnotok kell, hogy önmagában a megszólítás és a tudás, ami bennem van, ehhez kapcsolódik az úrnő név. A Csicsovszki a vezeték nevem egyébként. Tehát így fontos szerepet játszik, kiből mit vált ki. Nyilván, hogyha a tisztelet és az elfogadás megvan, mint amit a Laci mondott, de tök mindegy, hogy nézek ki, tök mindegy, hogy hívnak, az a lényeg, hogy a te problémádat tudjam segíteni az én tudásommal. Remélem így, Anita, akkor megkaptad a kellő választ, így a kedves László és a többiek által is, mert ugye itt a chatfalon nagyon sokan írnak nekem ezzel kapcsolatban. Köszönjük akkor. Na, rendben. Ez egyébként azért érdekes, mert úgy gondolom, hogy tudjátok, ki az igazi barát, aki mindig ott van és segít neked, de amikor a barátnak van szüksége, akkor gyakorlatilag hátat fordítanak neki.
Aztán amikor szolgáltatásról van szó, akkor már derogál az embernek, amikor ugye bele kell nyúlni a zsebébe, de még mielőtt erről lenne szó, akkor ugye már a személyiségébe vagy a nevébe szoktak alapvetően belekötni, így hát általánosítok, mert alapvetően pont amiről beszéltünk, hogy szeretnénk kiszűrni a negativitásokat, és szeretném, hogy tudjátok, hogy nem egy korgi jósnő vagyok, vagy látnunk. Tehát én dollárokat, eurókat nagyon szívesen adok a honlapon, tehát ugye nekem a weboldal, amin keresztül működök, tehát én ezért sem viszem be tévébe emberek történetét. Az, hogy live-okat indítok, és ingyen közvetítek, tehát az ingyen információt meg tudjátok kapni, ha követtek, és nyitottak vagytok rá, akkor ez ugye egy lehetőség az ember számára. Én nyilván ugye a privát közvetítések azért vannak, mert nem mindenkinek kell hallani a történetedet, meg hát nyilván privátban ugye több mindent ki lehet mondani, főleg, hogyha tényleg véresebb jelenetekről van szó. Például itt, amit ugye a Lacinak a szavával élják. Igen. Nálam elég kemény diók voltak. Most így, hogy a Bajban barát elhangzott az előbb, nekem volt ilyen történetem. Mondom, nem rejtem véka alá, mondom, nagyon környékezett a sötét oldal. Nekem volt, így mondom, erősen apostrofálva mutatom az ujjammal szerencsém találkozni az egyik emberke, amikor átfordult, a gonosz szólalt meg belőle, és akkor fordultam az addigi spirituális, azt hittem segítőimhez és hozzáértő emberekhez, és 10-ből 8 úgy elküldött melegebb éghajlatra, hogy finoman lepattintott. Én azt így megfejtettem időközben, szerintem ők betoltak a gatyába. Tehát kaptak, ebből látszik, hogy ki sarlatán és ki igazi segítő, hogy akkor, amikor igazán nem voltam igazándiból bajba, de szükségem lett volna legalább útmutatásra, iránymutatásra, akkor úgy mindenki kihátrált ebből a sztoriból. Maradt egyetlen egy régi spirituális segítő ismerősöm, aki érdemben segített, mindenki más lepattintott. Szerintem azért, mert nem értettek hozzá teljes mértékbe, és nem akartok szégyenlődni. Igen. Igen, erről beszéltem, hogy sarlatánok voltak. És ha tisztában lettek volna a dolgokkal, akkor nyilván segítenek ők is. És ezért mondom, visszautalva az úrnőre, hogy érződik a beszélstílusból, amit és ahogy mond, a valós tudás. És ez is egy plusz, amiért ide voksoltam, és hát engem se vett fel a pénzt, tehát azért össze kellett matekoznom, hogy ugye én már régóta ostromollak úrnő téged, hogy megyek, készülök hozzád, készülök, most összejött, most egyből regisztráltam. Úgyhogy zárszónak tényleg nagyon várom a beszélgetést, és akkor most már tényleg kiszállok, és akkor átadnám a helyemet másoknak, és köszönöm, hogy itt lehettem. Szép napot mindenkinek! Szép napot! Köszönjük, Laci, hogy itt voltál! Na, kedves Margitka most csatlakozott hozzánk. Kedves Margitka, átadom a szót neked, hogy mit szeretnél nekünk mondani, vagy esetleg regisztráltál-e már a honlapon? Ugye most ez a téma, hogy ki miért regisztrált, vagy ki miért indul el ezen a vonalon, hogy engem keressen meg. Margitka, hallgatunk. Nyomd be a mikrofonodat. Na? Na, akkor nem tudom, mi történt. Jó. Akkor folytassuk, hogy aki szeretne csatlakozni, itt voltak még felkérések, aztán ugye behívtam a kedves hölgyeket, azért is mondom, és nyomatékosan felszólítok mindenkit, tehát nincs probléma a bekérezkedéssel, tehát nyugodtan bárki bejöhet, főleg aki már regisztrált, így meg is tudja osztani, hogy miért tette a regisztrációját a csicsovszkiurnőjósa.hu oldalán. Szuszi Reni mindig itt van velünk a chatfalon, nagyon-nagyon sokszor. Most én kérdeztem, hogy nem-e szeretne bejönni, mert lehet, hogy ő még nem regisztrál, de el tudnám mondani, hogy miért jön mindig, és miért hallgat, és biztos, hogy nagyon érdekli ez a dolog. Nem tudom, itt vagy még, Szuszi Reni?
Hát valamelyik nap itt volt velünk, áldásként kapta a szerelmet. Igen? Ja, én akkor lemaradtam, bocsánat. Igen, itt volt velünk, ugye? Péntek este, Ildikó, ugye? Te itt voltál velünk. Igen, igen, tehát aki szeretne csatlakozni, vagy esetleg gondolkodik azon, hogy beregisztrál, nagyon fontos azt tudnotok, hogy miért teszitek a regisztrációtokat, hogy egyáltalán mi indított benneteket ez a történet. Kedves Zsuska, küldjél egy felkérést, mert ugye írod, hogy bizalmat, nyugalmat, meggyőző információt kapunk, írod, hogy küldjétek a felkérést, hogy nyugodtan szólaljatok föl, mindenkinek adott a történet, csak aki privát, a fiókja, azt nem tudom behívni. Tehát ott nektek kell küldeni felkérést. Na, akkor senki többet harmadszor. Jó. Akkor, ha bármi kérdés van ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogy esetleg az a téma, hogy nagyon érdekel benneteket, mert ugye az elmúlt időszakban fontos volt, ugye, akik megkérdőjelezik ezt a történetet, hogy miért fontos, hogy visszavezessük a problémáitokhoz a történetet, tehát miért is fontos egy közvetítés vagy egy jóslás, hogy miért fontos, amikor generáción keresztül viszlek. Ugye ezekkel kapcsolatban lett volna a témakör. Hallgatjuk Zsuskát, most jön be hozzánk. Szia, szia! Szia, Zsuska! Szia, jaj, rádiónk! Na, most lenémítottad magad, Zsuska, az előbb egy pillanatra hallottunk, aztán megint nem. Megvárjuk a Zsuskát, hogy megszólaljon. Igen, tehát, hogy akik nézik rendszeresen az élőt, nyugodtan kérjenek felkérést, elmondják, hogyan tapasztalták, milyen érzés volt, amikor ugye egy-egy közvetítés... Most hallasz? Igen, most hallunk. Hallunk, Zsuska, szeretettel. Köszönöm. Szia, szia, hallgatunk. Mit szólsz ezekhez a történetekhez? Részt vettél-e, hallgattad-e a közvetítéseket? Mi tetszik benne ebbe a történetbe, Zsuska, mesélj nekünk. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam. Nagyon-nagyon sokáig keresgéltem, és megvolt rá az okom, hogy megbízható személyt találjak ahhoz, hogy a problémáimat esetleg majd tudjuk orvosolni. Regisztráltam, időpontot kaptam januárra, és azóta is folyamatosan figyelem a közvetítéseket. Nagyon kedves és megnyugtató egyrészt a hangod, a hozzászólásokat nagyon szívesen hallgatom, és mindazokat, akik már túlestek azon, hogy információkat kaptak, és megtörtént a találkozás, úgymond a közvetett találkozás veled. Hallatsz? Igen? Hallatszott? Azt szeretném kérdezni, bocsánat. Igen. Mondjad nyugodtan. Mondjad nyugodtan, hogyha esetleg van még valami. Hát az talán nagyon gátlásos vagyok, és nem szívesen beszélek, de így az oldaladon keresztül elég sok információt kaptam mindazokról. Hát volt az az eset, amikor egy úr a 150 éves történetét elmondta, ős nagymamájával, vagy ők nagymamájával kapcsolatban. Vagy olyan, hogy a Jolika, vagy Julika. A Jolika, vagy a mentorod, a Linduska, vagy bármelyik hölgy olyan megnyugtató tájékoztatást, vagy legalábbis olyan levezetést
és biztosítást adott arról, hogy én egyértelműen letettem melletted a voksot, és nem fordultam más irányba. Ezt nem tudom, ezt szerettem volna elmondani. Igen, most igen. Igen, Zsuska, egyébként ott van melletted a Jolika, csak előszeretettel felvette a Csicsovszki úrnő Jolika nevet. Szia, Jolika, hallgatunk, és csak itt van a Zsuska, és elkápráztattad a történetével, édesem. Hallasz, Jolika? Igen, hallok benneteket. Hallottad a Zsuskát is, mit mondott? Nem, mert mosogattam éppen, most kész. Most lett kész az ebéd, egy pillanat. Kérni még egyszer. Na, Zsuska, mondja csak, mit láttál a Jolikával? Hát, nagyon. Több ízben is itt van a csetfalon. És de állandóan. És bármennyire is én is vidéken élek, lényeg az, hogy van egy jellegzetes tájszólás, amelyet annyira szeretek hallgatni, és ugyanakkor viszont, amit mond, az megerősít téged mind abban, vagy van a másik hölgy, a Medi, aki nagyon kimérten fogalmaz, és nagyon rávilágít mindarra a pozitív tevékenységre, amit te végrehajtasz, vagy szóval bármelyik itt a, hogy mondjátok, nem is tudom, ugye, hogy az úrnő képvisel, ugye? Igen, igen, ugye. Igen. Igen. Ki ne akarna megvenni? Te történetet bűvölte el igazából, Jolika, azt mondta Zsuska. Ugye hát az elég hatalmas történet volt. Várjatok egy picit, egy pillanat. Egy pillanat, várjatok egy picit, bocsánat, a tévét kapcsoljátok ki, jó? Köszönöm. Tehát a tévé, akinél megy, jó? Jolika, ha nálad megy. Lehalkította a férjem a tévét, mert most kezdett ebédülni. Jó, oké, hallgatunk benneteket. Mondja, Zsuska, bocsánat. Na. Hát bárkit kiemelhetnék egyébként, azt, ha jól emlékszem, az a 150 évre visszanyúló történet, az a Zoli-féle történet volt, amikor az igen. Is... Igen. Az a... Nem tudom, hogy... kutatta, kereste, és megtalálta azokat a nyomokat, amelyre rávezetted, vagy sorolhatnám, tehát itt most volt sok olyan, az elmúlt időszakban szinte fél éve most már benn vagyok, és látom, csak most takarásban vannak a, én hogy nevezzem, karzatnak, vagy nem tudom minek ezt a benn lévőknek a sorát. Az a lényeg, Zsuska, hogy tetszett az a része, hogy végigvezettem a családfáját az adott személyeknek, mint például ugye a Jolikánál, ugye volt a lélekkommunikáció, tehát hogy teljes alátámasztás, ugye a beazonosítás nagyon fontos, és ugyanúgy le tudunk menni generáción keresztül, mert ugye vannak olyan információk, igen, amit elhallgattak, vagy nem volt közszirítéve, és ezek csodálatos dolgok, tehát hogy ez tetszett a Zsuskának, hogy, tehát, hogy hallják a többiek a chatfalon, hogy ezek tényleg csodálatos dolgok. Szia, Jolika! Na most csak azt szeretném még kérdezni, hogy a Zsuzsikának mi tetszett az én történetemben? Azt szerettem volna meghallgatni. Hát egyáltalán tulajdonképpen azt hiszem, ha jól nem... Tehát meghalt a férj, illetve mondom, egyrészt a jellegzetes... Az anyám halt meg. Az édesanyád halt meg. Igen, és nagyon azt slagolták el. Úristen, és erre rávilágított az úrnő? Igen. Mert most már én itt annyi információt jegyeztem meg, és valamelyik pontosan nap... Pontosan így történt. És valamelyik nap meséltem a távolban élő lányomnak, és megkérdezte tőlem, hogy valóban emellett döntöttél, és igen, és
200%-ig vagy 1000%-ig letettem emellett a voksot. És anélkül, hogy bárkit is kiemelnék, én nagyon szívesen hallgatom azokat a tapasztalatokat, amelyeket itt elmondanak, és van tapasztalat 1001. 1001. Sőt, hogy mikor ide bejöttem először, egyszerűen annyira megnyugtatott az úrnő hangja, nem tudom, hogy hatott rám, elöntött a hőség, és utána elaludtam. És én azt jelzésértéknek vettem, hogy talán ide kell jönnöm, mert én nem voltam sehol eddig, csak keresem az utat, mert van problémám, nem is egy. Igen. Nem tudom, miért. Mint mi, ugyanúgy. Na igen. Most akkor az úrnőnek szeretném mondani, hogy tegnap, amit közvetített nekem, hogy abba az épületbe, ahol bementek, az a sok ember hideg elő, a fagy elő, a hó elő, ott ott egy ilyen asztmás gyerek, szerintem az a nagymamámon követhető vissza, amikor most vagy a háború ideje alatt, vagy utána, mert ugye sokat szenvedett a gyerekeivel, meg volt hurcoltatva. Tudom, mert tudom a történetet neki, csak nem akarom most itten így erőttetni, hogy és mint volt, de szerintem az akkor történt, az nem az én életemben, hanem a nagyanyáméban volt. Aki nekem a szívügyem, ugye, mert az nevelt engemet. Igen, és igen. Nagyon sajnos, hogy ezt így átélte, de nagyon sok szenvedés is volt az életében. Ugye, hát 14... nagy vonalakban mondd már el, Satzper, kb., hogy hogyan történt tegnap, hogy a többiek tudják már. Köszönöm. Hát ez úgy történt tegnap, hogy jaj, nekem azt kérdezte az úrnő, hogy ki lett torba vágva, hát én hallgattam. A többiek is hallgattak, hát mondom, akkor megszólalok én, mert hogy mondom én, igen, valakit orba vágtam, kettő pohont adtam, úgyhogy azt meg így állt neki rögtön, és kilüktem a házba, mert be akart jönni. És az egy ilyen mocskos illető, aki mindig rám volt kattanva, hogy ilyen testi kapcsolatban legyen velem, de hát az én nekem erkölcsileg se, még semmiféleképpen se nem állt közel hozzám, úgyhogy én azt az embert mai napig utálom, sajnos. És aztán jött, hogy jöttek ezek a, hogy egy ilyen épületbe, vagy katedrális, vagy az úrnő nem is tudta így meg kifejezni magát, hogy milyen helyen, de ott, ahol semmi nem volt, ugye? És ott nagyon sok ember bent volt, a hideg elő beszöktek a fagytól, a hótól, a mindentől, sőt, volt ott egy gyerek, aki asztmás is volt, fulladt, mert hogy ott tudták magukat megvédeni. És azt szerintem a nagyanyámhoz lehet visszavezetni, mert az volt olyan helyzetben, hogy 12 gyereket szült, 8 életben maradt, a 4 az időközben ugye elhalálozott, és az a nagyanyám az nagyon sokat szenvedett a gyerekei véget. Tehát ővele történtek olyan sajnos dolgok, hogy az orosz katonák is adtak nekük enni egy kötény ennivalót, amiben benne főtőrestük kezdve, meg nem azt tudom is mondd is el, Jolika, hogy igen. Láttam a rendőrautót, hogy nézett ki. Azt is. Láttam a férfit, aki betört a házba, akkor melszott volna. Tehát, igen, akit, hogy ezeket akit, a jeleneteket, igen. Igen, ez természetes. Az elég már mondtam, hogy betört a házba a férfi, akit kipofosztam és kilüktem a házba. Meg akkor a rendőrautót, amelyiken azt írja, mert mondta az úrnő, hogy más nyelven van, nem magyar nyelven, és akkor én pár szót beszéltem vele szerbül, és akkor az úrnő azt mondta, hogy igen, ezen a nyelven, és akkor azt írta az autón, hogy milícia, az nálunk van Szerbiában. Sőt, most nincs is nálam a papír, de még pillanat, mindjárt hozom. Csak egy picit, egy pillanatot várjatok már. Oh, itt vagyok már nagyban, vasárnap délután. Na most csak ezt viccültem. Szeretem. Tessék? De szeretlek. Én megráztam Didiket. A kedileket háza is.
Mindegy, hogy beakadt, az nem baj, azt nem lássátok. És akkor mondta, hogy van egy ilyen pilótasapka egy gyereken. Hát most azt nem tudom, hogy az én fiamon van, vagy a testvéreimen, de abban az időben ugye ez volt. Akkor van itt egy piros kereszt mentő autó, azt is felírtam, ugye? Akkor torok hangszál, abban meghalt az a testvérem sajnos. Volt egy másik, aki direkt torokrákba, ez a test, az unokatestvérem pedig csak hangszálán volt, ugye? És azt mondja, hogy van itt egy nő, aki megfagyott a hóba, én azt a munkatársamnak gondolok, de még mindig gondolkozok rajta, hogy nem tudom, hogy ő volt-e vagy van még egy valaki, csak nem tudom összehozni neki a nevét valahon, itten el van valahon zárva hátul. Hát Jolika, elmondtam, hogy néz ki a hölgy, aki igen, ott halt meg. Tehát ugye és arra volt, gondolok, hogy ez a munkatársnő volt. Vöröses haja volt, igen, és igen, szoknyába. Igen. Hosszú szoknyába, mindig abba járt. Meg a Bibliát hordta magával. Sőt, ajándékozott is embereknek, akiknek úgy gondolta, hogy érdemes odaadni, vagy nem is tudom, nem tudom. És akkor aztán van még egy, itt egy név lett, tegnap Daniella, azt is tudom már kicsoda szerintem, csak majd kijön. Meg akkor az esőkabát, hogy kitől kaptam a húgomtól, addig gondolkoztam, hogy igen, őtől lekaptam. És az úrnő azt mondta, hogy figyeljek rá, mert ottan lesz egy kis gond, de mindig féltem a testvéremet, hogy nehogy valami baja legyen neki. Isten őriz. De hát volt beteg már ezelőtt is, pajzsmirigyel, meg nem tudom mi, de ilyen messzire is mindig gondolok rá. Hát szeretném, hogyha minden jól működne nála is. Csak az, az igazság, hogy az úrnő, a múltkor is azt mondta nekem, hogy majd valaki kér tőlem segítséget, hogy segítsek az életén, könyörög az életé, és az megtörtént. Tehát 15-én mondta az úrnő, és 26-án novemberben ez megtörtént. Az ajtóm előtt könyörgött a szomszéd azt, hogy segítsek neki, és hívjak mentőt, és segítettem, felemeltem, főcibáltam a székre, adtam neki vizet, vérnyomást mértem, megvártam a mentőt, bla bla bla. Honnan tudta előre az úrnő? És megtörtént. Egy kicsikét még azóta is húzom a vállamat itten, mert itt a vállam meg van operálva, a térdem is, a jobb térdem, úgyhogy nagyon nehezen emeltem fel az asszonyt, és azóta úgy érzem, hogy meg van húzva itt hátul a vállam. Nem tudok vele hogy feküdni, hogy aludni, hogy jaj, nekem. De majd elmúlik. Jót itt helyébe jót várj, nem? De igaz. De igaz. De. Mert én bízok benne. Én, ha valakinek nem csinálok rosszat, akkor onnan föntről az áldást én megkapom mindenféleképpen. Még szívből csináltam, úgyhogy nem. Vagy? Hát mindenképpen áldást kapsz. Hát ez egyértelmű. Egyértelmű. Tehát a nem kényszerből csináltam, hanem önszántamból. Önszántamból kívántam... Főkínáltam neki eddig is, hogy segítek, hogyha kell neki bevásárolni, vagy valami. Tehát segítettem főhozni a csomagját, segítettem kizárni az ajtóját, de több mindent segítettem már neki, de ezt nem az én mondom, hogy én ettől valamit várok, nem várok semmit se. Csak nekem ne küljön, hogy segítsenek. Ezt mindig ezt mondom. Én segítek szívesen, csak én ne szoruljak rá. Az Isten adja meg, hogy épésze legyek öregség koromra is. Hogy tudjam, hogy mi történik körülöttem, hogy ne beszéljek össze-vissza, hogy a gyerekeim ne utáljanak meg, hogy hablatyolok. Remélem, hogy a Jóisten meghallgat. Hát biztos. Szóval azt kell értenetek, hogy a privát közvetítés már megvolt a Jolikának, élőben is volt közvetítése, ingyen közvetítése is volt, és ugye már a jövendőlés is működik nála, tehát hogyha figyelmeztetik, akkor azonnal átadom neki, és be is következik. Tehát ez a jó, hogy megoldásra nyer a történet. 11 nap alatt már megjött az, hogy a szomszéd néni kérte segítséget. Atya, Úristen, amikor megláttam azt, hogy a szívem megáll rögtön, de olyan gyorsan cselekedtem, hogy
Utána én nekem rossz volt, de akkor gyorsan reagáltam, gyorsan megcsináltam mindent, és kész. Na, ne bánsd a kedvilegemet. Tehát ezek csodálatos dolgok egyébként, és így a Zsuska is látta, és a Julikának a története is megszólította, szóval ezek csodálatos dolgok, igen. Azok bizony. Meg azok a távolságok, ahol megmondod, hogy mi hol van, és mi hol történik. Az még, még nagyobb. Hű, 3000 kilométerre belátsz a lakásba, belátsz a történetbe. Az nem egyszerű dolog. Gondoljon ki, mit akar, engemet nem érdekel. Engemet ettől eltéríteni nem lehet. Az én véleményem, és ezt én nekem nem tudja senki sem megcáfolni. Ezt csak én tudtam, amit te nekem megmondtál, úgyhogy... Mondhatok még valamit? Igen. De persze. Kapcsolódik nem a Julikához, hanem volt egy olyan alkalom, amikor egy Angliában élő hölgynek, tehát egy 1000 kilométer feltételezem körülbelüli hölgynek, olyan dolgokat tudtál megmondani, azt hiszem, hogy... Mi is ott voltunk állandóan, 2 hétig. Hát de Julika is ott van, Julika Németországban van, több mint 1000 kilométerre. 1500-re. Valóban, azt viszont nem tudtam, bocsánat, és az a hölgy, az igen sok megpróbáltatáson esett keresztül, és azt is levezetted, és hogy mennyi segítséget 7 hétig tartott. Tudtál abban az esetben is nyújtani, mert magánéleti problémák és egyéb, azt hiszem még ott szomszéd által generált. Eset is volt. Igen, és szóval nagyon sok minden visszaigazolja azt, hogy ez, bocsánat, de nem halandja. Ennyit előjáróban aztán... Igen, hát a távolság az nem számít, Zsuska. Köszönöm. Hát, de különben mi 3000 kilométerre vagyunk az úrnővel egymást, úgyhogy... Hát az, igen, hát volt olyan közvetítése is az úrnőnek, igen, tudom, hogy nem tartózkodott a hazánkban. Nem ám, sőt, nagyon messze volt, és akkor is közvetített. Igen, és ez is olyan meglepő. Nepálba, Egyiptomba, Kubába. És ez a hangi rezonancián keresztül, vagy hogyan tud ez érni? Az interneten minden működik. Hát Zsuska, ő a hangodon keresztül, igen. Elkezd veled beszélni, és tudja, hogy ki az apád, ki az anyád, ki a testvéred, ki a mindenkit. Ez a valami. Csodálatos dolog, mert... Még az is kevés ehhez. Az a szó is kevés. Hát csak hálával tudok gondolni erre, és tényleg nagyon várom azt. Mondjuk nekem is megmondta a férjemnek a nevét, honnan tudná az első férjemét, a másodikét, ami közte volt életem, a fiam nevét, a fiamnak a baráti körét, meg sok történetet, amit csak én tudok, és már rég el is felejtettem. Hú, már rég kitörültem a fejembe, és előkerültek. Elő lett kotorva. A nagy bágerra, a nagy kanalassa. Írni kell, ugye? Tessék? Tehát írni kell, természetesen, persze, ugye? Persze, le van írva minden. Igen, és tegnapi nap folyamán rávilágított arra is az úrnő, hogy nem baj, ha több színű tollal vagy ceruzával tesszük én ezt. Egyen írom, egy színűvel is tudok mindent, amit leírtam. Pontosan tudom. És a közvetítéskor pedig fővettem videóhangra, úgyhogy... Értem. Hát a több színű toll az azért kell, hogy bekarikázzad a pai anyai oldal. Akinek fontos, de neki nem fontos. Én tudom, hogy hova kitartozik. Ez magától, hogy fogjuk ezt megoldani úgy is, mert amint hallom, hát ezért itt
nem én leszek a domináns személy, úgysem De ebben. lássátok, az úrnő közvetítéskó szépen megtalálta a blokkjaimat, hogy kivel van dolgom. Azokat én is tudtam, hogy van velük problémám, de amikor ő megerősítette, akkor már 100%-ba tudtam, hogy amit gondoltam, az úgy is van. Úgyhogy... Üdvözlöm, kedves faszén, hallgatunk téged. Faszén. Ha mi nem kőszín, az kalóriásabb. Ez egy poénnak indult ez a név, nem ez a nevem, amúgy Ancsának hívnak. Ez a baráti kör miatt van amúgy. Ez egy hosszú történet, de most ezt nem szeretném elmondani, mert nem ide való. Jó, nem, fontos csak. Érdekes nevek vannak, úgyhogy az ember nem is tudja, hogy kire gondolja. Jaj, én csak annyit akartam mondani, de szerintem ráérzett az úrnő. Be akartam jönni, csak azért nem akartam bejönni, mert kisgyerekkel vagyok itthon, és bele lehet hallani, mit tudom én, ilyen YouTube videókat, gyerekdalokat, vagy minden, és ezt nem szerettem volna, hogy behallatszódjon. Én csak arra akartam reakciózni, hogy nem kell ahhoz, hogy ott legyenek tehát, hogy ott legyen a közeletekbe, több ezer kilométerről meg tudja mondani, ugyanis utálom ezt, hogy jóslás, ez nem jóslás, ez útmutatás, és lát dolgokat. Nekem is van ilyen képességem, viszont nem ilyen szintű, mint az övé. Néha kapok emberekkel kapcsolatban üzeneteket, nem tudom, hogy ezek az ő szeretteik, vagy csak kapom föntről, akkor kimondom, meg szoktak ijedni az emberek. Én nem foglalkozok ebben komolyabban, úgy, ahogy a Judit úrnő, mert én ebben nem szeretnék, mert én még nem tartok ott, bocsánat, gyerkőc. Ezt tudni kell kezelni is egyáltalán. Igen, először megijedtem, ez gyerekkorom óta van, de próbálok ezen így dolgozni, vagy ezt így elfogadni, csak nagyon nehéz az embernek sokszor ez a dolog. Nem könnyű. Hogy én ezért hiszem el azt, amit ő lát és mond, mert nekem is volt ilyen, hogy meg kellett mondanom valakinek, vagy valakiknek, inkább így fogalmazni, több emberrel volt ez, hogy ez vagy az van, jöttek ilyen gondolatok, és akkor így néztek emberek, hogy te ezt honnan tudod, mert én soha nem beszéltem neked erről. És akkor ilyen dolgok szoktak lenni. De most már kimerem mondani, tehát volt olyan időszak, amikor nem mertem kimondani. Most már kimondom bátran. Mindennek eljön az ideje. Igen. Úgyhogy én ezért hiszem el, amit, tehát ő rátok csatlakozik, és ő azt tudja elmondani, amit őt fölülről lecsatornáznak nekem, mit mondanak. Csak hát neki már ez annyira, mivel ő elfogadta szerintem ezt a képességét, ugye, ő neki nagyon jönnek ezek a dolgok, tehát nem úgy, ahogy nekem, hogy egy évben kétszer-háromszor, hanem neki folyamatban jönnek ezek a dolgok. Igen, és olyan hülye kérdéseket tesznek, hogy hívnak, mondd meg. Hát menj a fenébe, ilyenek az úr, hogy nem foglalkozik, nem pazarulja az idejét erre, mert ne hülyéskedjünk már. Jolika, nem jön üzenet. Tehát ez nem úgy működik, hogy hát, valaki beír a chat falra, hogy szia, Gabi vagyok, nekem mit üzen a nagyanyám? Hát honnan a tudja? Mondd meg, akit szeretek, hát ugyan már ilyen hülyeséget. Ez nem így jönnek le, ezek ilyen... Ez akkor is annyi energiát vesz igénybe, hogy ilyen hülyeségekre nem kipazolom az, az időt. Hanem ez nem, de, az ez is, nem szólt az fel, Jurika, hogy most annak az embernek fognak üzenni, akkor annak üzenni, akinek üzenni kell. Igen, nem annak, igen. Aki szeretné, tehát ez nem így működik. Még nem is, amit szeretne. Igen. Hanem majd, amit mondanak. Így van. Így van. Úgyhogy én ennyit akartam, azért mondom, nem akarlak zavarni titeket. Nem zavartam. A hatásokkal. Ja. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Igen, hát nyilván privátban, ha megkeresnek a honlapon, ott neki fogom mondani egyértelmű. A másik fele meg az, hogy most jó, persze nem mindenki áll úgy anyagilag. Gondolom, a Judit ebben foglalkozik már főállásba, tehát ő ebből valahol meg kell élnie, tehát ezt is figyelembe kell venni, erre használja az energiáit. Nyilván én nem foglalkozok ebben ilyen szinte, nem is szeretnék, de én nem tudok mindenkinek, tehát nekem nincs ilyen képességem, mint neki, hogy most valaki őt megkeresi, és akkor ő már tudja mondani, és alátámasztja, és a múlttal azért tudja alátámasztani, mert onnan is kap üzeneteket. És hogyha a múlttal nem támasztja alá, akkor hogy hinnének neki az emberek, hogy a jövőre vonatkozóan is tudjon mondani. A másik fele meg, ez nem kell agytrösznek lenni és diplomásnak, hogy a múltbéli sérelmeink, a gyerekkorban történt traumáink, azok kiadnak az egész életünkre. És hogyha azt nem dolgozzuk meg, akár önismerettel, vagy akár egy ilyen útmutatással, amikor a Judit elmondja, hogy mibe akadtál el,
és azt nem dolgozott föl, akkor sajnos ez egy életen át úgy, ahogy nekem is vannak. Tehát mindannyiunknak vannak olyan traumák, amiket vagy nem dolgoztunk meg, vagy elfeledtünk, vagy a szőnyeg alá söpörtünk, és nem foglalkozunk vele. De sajnos ez a mostani párkapcsolatunkra, az életünkre, családunkra, mindenre kihat. Tehát ezt egy pszichológus is elmondja, viszont a Judit el tudja mondani konkrétan, hogy mi történt abban a pillanatban, és min kell dolgoznod, vagy mit kell elfogadnod ebben kapcsolatban. Tehát ez ezért jó. Mert hogyha azokat nem dolgozzátok meg, akkor a következő, amit kaptok feladatokat, azokat sem fogjátok tudni megdolgozni, mert nem fogjátok tudni, hogy miért akad állandóan az a dolog. Hát ezért akad el. Hát épp ez az érdekes, hogy az úrnő visszalát abba a gyerekkorodba, meg a múltadba, és ő fiatalabb attól, mint ahány évet én megéltem, meg ahon engemet ért sérelem, sőt 200 évre is visszamegy. Hát most mert onnan a nagyszüleink, ez a transgenerációs, tehát hogy hordozzuk ők anyától, tehát én sose tudtam azt, hogy miért van az, hogy nálunk anyám is igen, egyedül, anyám nem maradt egyedül, de általában, hogy minden nő egyedül maradt. Hát mert már a dédi mama így kezdte a pályafutást, gyerekek. Hogy már ő igen, volt és egy harcos Amazon, igen. És visszavezetett egy olyan időszakba, igen. Ahol a nagymamámat érte sérelem, aki még. És hát akkor még fiatal igen. Volt, tele volt gyerekek. Hát ott igen, és az a blokkat benne maradt, és azt vitte tovább az unokákba. És lehet, hogy a női ágon ez megy tovább. És ezt így jöttem örökké elmondani, milyen a traumák érték őt is gyerekekkel. Lehet, hogy a hugodnak is probléma, ha van nővéred, annak probléma, a női ágon az unokáknak, az a tértet, szóval ez így megy tovább. Megy tovább. De tudjátok, nem mindenki érzi ezt az egészet. Van, aki ezt ebben nem mélyül bele. Hát akkor ott marad, azon a szinten ott is. Marad, igen, nem mélyül bele. De ez már régóta ilyen problémát okozott, és örökké mindig kutattam. Mindig kapáltam, hogy valahol hát megvan az a valaz. Igen, ez érdekel, Julika, de nem mindenkit érdekel. Valaki úgy van, igen, hogy tudom nem foglalkozok én, ezzel, mert ebben munkát kell belerakni. Tehát valaki így, ezt is el kell fogadni, tehát akkor őt hagyni kell azon a szinten. Igen, de én ezt a munkát nem sajnálom, mert tudom, hogy meg lesz a gyümölcse. Persze, mert felszabadulnak azok a traumák. Bocsánat. Erőznek ezek a dolgok, de ha valaki ebbe belemegy, csak igen, tehát lehetnek sebek is, amik föltépődnek. Tehát ezt ugye az úrnő el szoktam mondani, hallgatom őt. Igen, a traumát már átéltük, most már sokkal könnyebb. Egyszer átélted, egyszer átszenvedted. Igen, csak amikor újraéled, az nagyon nagy sebeket, és valaki akkor torpan, és nem meri tovább csinálni, mert akkor, amit mond ő is, hogy ugye beszél velük, elmondja azt a történetet, ott van egy sírás, és nem mindenki meri tovább vinni. Én mindig azt mondom, hogy én nem szeretnék újra gyerek lenni, nem szeretnék semmit se újra átélni, semmit se nem szeretnék változtatni, mert az mind nekem volt számva. Hogyha én változtatnák valamin, akkor nem volna máma ez a gyerek az én gyerekem, tehát minden változna. Úgyhogy de én nem, de nem változtatnod, nem... kell, el kell fogadnod, hogy az volt a múltban. Nem szeretnék visszamenni az időbe, azt mondom. Aha. Hát viszont abban is feladatod van, Julika. Ami ellen állsz, aminek ellen állsz, az hat rád. Így van? Nekem volt eddig számva, az enyém volt, és hogyha most tudok rajta változtatni, akkor változtatok. Tehát az a lényeg, Julika, hogy újra azonosulsz a történeteddel. Persze. Mert ugye a múltbéli sírelmek, tehát teljesen mindegy, tudjuk, hogy mik voltak a múltbéli sírelmek. Igen. De ami fölötte elsiklottál, tehát a múltbéli sírelmek fölött, amit szőnyeg alá sepertek, amiről nem akarsz beszélni, amit nem akarunk újra átélni. Tehát, hogyha nem éljük át, nem fogadjuk el, akkor nem tudsz gyógyulni. Ez a lényeg. Igen, és ezt sokan nem fogadják el, hogy igen, de azt mondtam, hogy én nem kívánnám újra az életemet vissza. Én ezt értem. Úgy olyan értelemben, hogy hol változtatná. Nem változtatnák sehun se, azért, mert nem volna ennek az egésznek ez a kimenetele, ami most van. Ezen csak javítani szeretnék. Megérted a folyamatot, hogy akkor, hogyha azok nem történnek, akkor most nem te vagy az, aki vagy. Ennyi. Ez igen, ennyi.
Ja. Igen, csak itt mondja az úrnő, hogy azok a traumák, amiket viszont megéltél, amin ugye sajnos szembe kell szállni. Igen. Igen. És meg sorban rendbe kerülnek azok is. Úgyhogy azért hiszek ilyenekben, nem vagyok egy ilyen vallásos valaki, hogy ebbe hiszek, vagy abba. Én ugye általában van egy saját hitem. Én se, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy szeretnék változtatni valamikor valamit, akkor én nem szeretném azt kimondani, mert én az én gyerekemet szeretem, imádom, és nem szeretném azt mondani, hogy ha máskor valamit máshogy csináltam volna, akkor más lenne az életem. És akkor nem volna ez a gyerekem, akit én most szeretek és imádok, akit ismerek. Nem tudom, Jolika, nem az a... Mert az Jolika, az élet ne változik Jolika, különben, hogyha változtattál volna valamit. Jolika, tehát nevet támadásnak, tehát nem kell... Nem. Pont arról beszél az Ancsa is, hogy, igen, hogy igen, elfogadni, értem. És meg kell bocsájtani azoknak, akik abban az időszakban tönkretették az életet. Igen, de van, aki azt kérdezi, hogy szeretnél valamit változtatni visszamenőleg. Én mindig azt mondom, hogy nem. Semmit. Ja, én ezt föl se tettem, nem. Én ugye azt, amit az úrnő mond, a Judit, hogy azok a dolgok, amik történtek akkor is, valaki neked fájdalmat okozott gyerekként is, vagy csecsemőként is, mert mindannyiunknak az életében, azt meg kell neki bocsájtani, és nem csak azért kell megbocsájtani ő miatt, hanem magad miatt. Igen. Magadban ezt le tud játszani, igen, és neked legyen az életed sokkal jobb. Igen, mert ezek igen, a traumák, ezek sajnos rányomják bélyegét az életünkre. De még mekkora. És nem tudhatod, hogy milyen szituációkban, pároddal való kapcsolatban kijönnek. És ugyanúgy az ízletnál is, igen, tehát ez oda-vissza. Meg egészségjogok vannak. Így van, minden testi betegségünknek pszichológiai. Lelkileg az embert megbetegíti. A lelki betegség az összes testedet megbetegíti. Igen, és ez mind a szívedet, lelkedet, aztán a végtagjaidat. Édeseim, várjuk meg, hogy az egyik végigmondja. Jó, Jolika, várjuk. Jó. Minden egymás, mert nem halljuk, amit beszéltek. Így, ahogy mondja Julika, hogy minden testi betegségnek lelki, tehát a lelkünkre igen, hatással van. Hogyha a lelkünk beteg, akkor a testünk is megbetegszik. Úgyhogy, ja, ez ilyen oda-vissza, így, ahogy mondja ő. Jól mondta? Igen, mert szépen fel tudjátok vezetni ti is, meg nyilván ugye Julika is, mert megélte, hogy a bejárt utad, ami fölötte elsiklottál, ahol megszégyenültél, ahol problémák voltak. Tehát amennyiben elfogadod, le is adod a terhet, a fájdalom, a teher, tehát gyakorlatilag magad mögött tudod hagyni, mert így megcipeled, mint egy iskolatáskát, ugye? Minek cipeled? És mindig visszaadja az élet, tehát hogyha akkor nem dolgozod meg a traumát, tehát gyerekkori traumáimat nem dolgoztam meg, és visszaadja mindig. Mindig azt, amit azt éppen, aki bántott gyerek, és nem nézek szembe velem, mindig visszaadja. Addig, amíg nem teszem magamba rendben azt a problémát, azt az éppeni konfliktust, abban az illetővel, és nem arról szól, hogy föl kell hívnom őt, és azt mondani, hogy figyelj, nem haragszok rád, amit tettél. Bár lehet, tehát nyilván az embernek lehet, hogy ilyen lehetősége is vannak, hogy meg tudja beszélni abban a valakivel, de hogy meg kell bocsájtani sajnos, ami nagyon nehéz, ahhoz, hogy te tovább tudjál lépni. Mondjuk volt olyan valaki, akinek én mondtam, hogy megbocsájtok, és még ő neki állt följebb, hogy én bocsájtok meg. Semmi baj. Hát mire fő? Semmi baj, te megtetted. Ez a lényeg. Az, hogy ő nem dolgozik ebben a dolog, az már az ő problémája, az már nem a tiéd. De ezt is megéltem, úgyhogy... Úgy, Jolika. Úgyhogy azért mondom, hogy ez így... Na mindegy, úgyhogy én ezért tudom azt, hogy én elhiszem, hogy ő látja, meg ez tök jó, hogy ő sokkal többet lát, mint én, vagy mások, de például a Judit a jóslás, hogy nem jóslás, ez inkább útmutatás, inkább így fogalmaznék. A jóslás az nekem mindig ilyen negatív aspektusból jön elő. Tehát a jóslás az mindig az jut eszembe, hogy megállítanak az utcán, és akkor tenyérbe jósolnak, vagy mit tudom én, tudod, hogy mondanak valami hülyeséget, ami nem is igaz. Inkább így mondanám. Ez egy útmutatás, inkább az, hogy te igenis meg tudod nekik mondani a múltban, mi volt az, ami ott probléma volt nekik, és akkor ugye nyilván látsz a jövő dolgaira is, vagy a jelen dolgaira is.
Tehát ez inkább túlmutat ez a jóslás. A jóslás az ilyen, nem tudom, ilyen nagyon negatív nekem. De ez lehet, hogy csak az én gondolataim, úgyhogy elnézést, hogyha ebben megbántottalak. Nem. Hát figyelj, a jóslást ismerik, a közvetítés nem. Tehát jósnő is vagyok, és látnok is. Tehát halottlátóként is működök. Meg ugyanúgy az elhunyt szeretteidnek a nevét elmondom, a bejárt útját, ugyanúgy a te életedet is. Tehát nem tudom, ha nem használom a jóslás szót, nem tudják, hogy miről beszélek. Ez a baj. Mert rengeteg élőt indítottunk, elmondtuk, hogy mi milyenek a lényege, és nem tudják. Hát akkor, ja, igen, nem tudom, valamilyen ilyen felvilágosítást kell ilyen csinálni az embereknek, hogy így megértsék, hogy mi van. Nem tudom, én meg nem tudom magamat definiálni, én most így örülök, hogy azt ennyit kaptam, idézőjelbe tehetséget. Volt olyan, hogy láttam, tehát úgy láttam a halott szemét, hogy nem beszéltek róla, történt valami, és így láttam egy embert, és ez live-ba volt, és beírtam nekik, hogy ki volt, hogy nézett ki az az ember, akit én láttam. És megmondták, hogy a nagypapájuk volt, két ember. Hogy ez a nagypapájuk. És így néztek nagyokat, hogy én ezt honnan tudom. Ilyen szitu volt. Érdekes volt. Én is meglepődtem, saját magamon meglepődtem. És leírtam nekik, hogy hogy néz ki. Nagyon ilyen érdekes volt. Az az igazság, hogy az úrnőt összekeverik a korgis jósokkal. Ja, igen, akik dobálják az ajándékot nekik. Aha. Igen. Mm. És amikor az úrnő azt mondja, hogy regisztrálja, majd elmondom a dolgait, meg a történetedet, akkor azt nem akarják érteni, hogy miért, mit gondoltál te, hát ennyi pénzért. Hát nehogy már, elmegyek egy ilyen korgióshoz, és akkor kérdezek egy kérdést, és kapok választ. Ez nem úgy működik. Ezek szélhámosok. Szinte a... Hát szerintem 70%-a, 80%. Az mind szélhámosok. És akkor csak kérik az ajándékot, és mondanak két-három szót, és mehetsz tovább. De itt az úrnőné, ugye arra kerül sor, hogy visszavezet téged a gyerekkorodban, hogy mik történtek, és azok a történetek, amiket az úrnő elmondott, azt nem tudhatta senki sem, én arról nem beszéltem. Sőt, én is elfelejtettem, és amikor megemlítettem, akkor így csináltam, hogy hoppá, tényleg, ez megtörtént. Hogy felejtettem el, ugye? Hát de lehet, hogy ott is elmond, amit nem is tudunk mi, mert most ha belegondolsz, hogy visszavezetni, maximum déd nagyanyádig tudod, úgy az elmondások alapján is, mert nyilván van, aki például, van olyan dédszülőm, aki nem is élt már, amikor én megszülettem, mert idősebb korba vállaltak gyerekek. Igen, és már lehet, hogy amikor én születtem már, hogy nem is élt, csak ugye amit elmeséltek róla a hozzátartozók, ugye, családtagok, hogy mi volt, vagy unokatestvér, vagy mire emlékszik a papából, a mamából. Igen, és lehet, hogy a Judit mond olyat, hogy te is így nézel, és lehet, hogy utána elkezdesz kérdezősködni a családba, hogy de volt ilyen szitó? És akkor lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy hát ő ilyenre nem emlékszik, lehet lesz olyan, aki azt mondja, hogy igen, ez így volt. És akkor hogy megint egy megerősítés, hogy hát megint megmondta. Hát ez tényleg így volt. De mondjuk a nagyanyámat fővázolta avval, hogy kikötözte neki a lábát, mert mindig úgy sebesült, meg problémája volt, és én kötöztem neki. Érted? És akkor tényleg mondott egy olyat, hogy ami akkor történt szerintem, amikor nagyanyámmal történt ez a baj, csak arra nincsen olyan válasz, nem tudok kitükapni, de szerintem az is ki fog bogozódni azért, mert hogy valahova össze voltak tömörülve, ahol hideg volt, jég volt, fagy volt, étel nélkül. Várjátok egy picit, ami fontos, hogy tudjátok, neked is, Anikó, hogy 600-700 évre le tudok menni, mégpedig len volt rá precedens, volt egy kedves úriember, akinek végig volt vezetve a családfája, és a történetek, amik megvoltak, a faluba is vissza lehet vezetni. Az ugye ezekből a leltár, vagy nem tudom, amiben a dokumentum is megtörtént esetben. Vagy ahogy levezettem a történetét, és amikor kérdőjel volt, hogy úristen, akkor ez tényleg így volt, kapásból kapott három vezeték nevet, tehát visszatért, hogy még mindig az anyai oldalán tartunk,
De tehát a gyilkosságoktól kezdve a nevén neveztem őket, felsoroltam a testvéreket, a nagybácsi, nagynéni, akkor az ők, hát ugye itt már a szép, szép nagymama, ugye annak a ágazatán mentünk végig, és ugye azokat a régi történeteket, és ott kaptam úgymond egy koordinátát, hogy hogyan használták annak idején a számolásokat, a mesdjéket, hogy még akár a 14. században is, és a 12. században is voltak már ilyen számisztikák. Tehát ezek mind le voltak vezetve az adott úriembernél, és ez akkor van, pillanat, csak a Jolikát lenyitom, ez akkor van ezek, amikor visszavezetjük több 600 évre a sztoriát valakinek, hogyha elmondom, mi van a mostani időszakában, tehát felsorolódik ugye a családneve, meg a generáció, meg kivel hogy voltak problémák, vezetéknevekkel mindent megkaptunk, ez ugye élő live-ba volt, tehát a Zoli soha nem kért privátba tőlem közvetítést, tehát ez mind élőbe volt, és mivel ugye ő utána is járt a dolgoknak, tehát visszatért a kiindulási ponthoz, ez ugye teljes mértékig alátámasztotta a mondandómat, és ez volt a legszebb dolog, hogy olyan információk, amit már ugye meghaltak a szülők, vagy hát az az oldala, a lélek, amit magával vitt információt, azt így megkapta az úriember. És hogy ez egy csodálatos dolog, mert ebből vezethettük vissza a szerelmi kapcsolódást, vagy azokat a mély sérelmeket, vagy a blokkokat. Tehát, hogy azoknak az embereknek vezetem le 5-600 évre a sztoriát, aki alá tudja támasztani. Tehát, hogy olyan dolgot kell mondanom neked egy közvetítésnél, amiről fogod tudni, hogy miről beszélek. Tehát nyilván olyan dolgokról nem fogok beszélni senkinek, tehát hogyha neked nincsen levezetve, végigvezetve a családvád olyan messzire, akkor nyilván neked nem fogom elmondani, vagy nem fogok belekezdeni, de viszont elmondom a lényeget. Tehát ugye így kell értenetek, amikor mi ilyen lemegyünk. Csak arról fogsz te is kapni információt, amit elmondhatsz. Tehát arról nem, ugyanúgy, ahogy én kaptam, hogy az, hogy láttam ott valakit, amikor így a lájba, akkor én csak annyit láttam, hogy ki az az ember. De én nem tudtam, hogy ki az az ember, tehát én nekem nem adtak információt, hogy mi a neve, semmi. Eláttam egy embert, egy idősebb embert, én azt leírtam, és ők meg abból már tudták, hogy ki ő. De ugye ennyi infót kaptam, vagy ennyit avat ő közölni velem, vagy nem tudom. Igen, hát nekem rengeteg információ van, és az egy óra is nagyon kevés, tehát oldalakat írnak az ügyfelek. Itt az a lényeg, hogy amire fel van készül az ügyfél, tehát nyilván nem fogom sokkolni, ha esetleg az elhunyt szeretteinek a neve felsorolódik a közvetítésnél, és már az első kettőnél sokkolódik, akkor nem megyek be a történetébe, tehát evidens. Tehát mi fel kell készülni ezekre a dolgokra, és ezért nem elég egy időpont, tehát több időpont kell ahhoz, hogy megkapta azokat az információkat, amiért az első alkalomkor megkerestél. Mert ami minket érdekel, az nem egyenlő azzal, amivel feladatunk van. A közvetítésnél azért kell hagyni, hogy közvetítsek, hogy mindent el tudjak adni, amivel most feladatod van. Tehát a jelened és a jövődet mi az, ami korlátozza. Ezért nem válaszolok kérdésekre. Tehát elsőnek hagyni kell, hogy én beszéljek. Egyrészt ugye el fogja hinni, hogy róla van szó, utána végigmegyek róla rajta a történetet. Apai, anya, bepakoljuk, van, aki örökbefogadott gyermek, tehát ott meg is mutatják, hogy hogyan és miképpen történt az eset, vagy ha éppen az esetet nem mutatja meg, akkor felszólítom az ügyfelet, hogy tehát itt egy árva gyermekről van szó, aki ehhez és ehhez kapcsolódik. Nyilván itt már az ügyfél fogja tudni, hogy egyébként ezért keresett meg, de eltörik, ha mécses, sírni fog, akkor ott már nem vihetem tovább. Tehát ott más oldalra fognak kapcsolni. Tehát az a lényeg, hogy fel kell készülni ezekre az információkra. Szóval igen, nyilván nem sokkolok senkit, persze. Akkor a felelősség, hogy nem, hogy amikor érzed azt, hogy gáz van, akkor nem, tehát nem mehetsz tovább, azért ez mekkora felelősség, tehát hogy van olyan dolog, amiről nem beszélhetsz. Bizony. Azért ezért téged megvisel szerintem. Hát hogyne, hát ezért mondom mindenkinek, hogy fizessék ki a szolgáltatás árát. Hát ezek filléres emlékeim, ami a honlapon van, ez a 24 ezer, meg 58 ezer forintig vannak. Hát gyerekek, olyan felbecsültetlen értékek, tehát annyira fontos, és tehát olyan információkat kaptok,
ami hallatán meggyógyulsz egy daganatos betegségből például. Ha még nem is oldod meg, csak hallod, amikor visszamegy a gondolatsíkod, én utazok, te felírod. Tehát ezek is már egy nagyon-nagyon sok erény, és ez egy fantasztikus dolog egyébként. Voltam ilyenen, tehát nem voltam látónál, én egy teljesen más történetben voltam, ami a buddhizmushoz kötődik, egy pránadadi utaztatáson, én előző életet láttam, de nekem az nagyon sokat segített amúgy, hogy az életemet egy kicsit másképp rendezzem meg, máshogy álljak dolgokhoz, emberekhez, meg hogy miért vannak azok az emberek az életemben, akik ugye a családom, mert hogy ők ott voltak abban az előző életben is. Tehát ez egy másik, azért mondom, nem akarom elvinni a izét, de én ezért is hiszek, mert én ott láttam olyan dolgokat, hogy ott volt minden. Igen, tehát itt az a lényeg, hogy elsőnek a mostani élettel foglalkozok, és akinek már jövendölök, tehát már ahova eljutottunk a következő harmadik alkalomhoz, amikor már csak jövendölök neki, akkor ha érdekli, elmondom az előző életét. Na de ha az előző életről csak akkor beszélek, ha már feltártam a mostani életét. Tehát másképp nem hiszi el, ugye? Igen. Azért ezt meg kell mondani, hogy a pránadadi utaztás előtt azért nekem volt egy ilyen beavatásom az illetővel, aki utaztatott. Tehát ez nem úgy azt jelenti, hogy egyik nap oda mentem, és akkor már utaztunk, hanem azért ő fölkészített erre a dologra. És még így is, tehát így is azért, nem azt mondom, hogy nem okozott traumát, nem. Tehát voltak olyan traumatoló, tehát elkezdtem sírni, mert minden, de ezt ne úgy vegyétek, hogy ez egy ilyen szörnyű sírás volt, ez egy ilyen feloldó sírás volt bennem. Tehát, hogy föloldottam azokat a dolgokat, amiket én nem tudtam volna egymagam megoldani. Tehát, hogy ebben segített. És akkor voltak olyanok, amikor örömsírás volt, volt olyan, amikor egy kicsit ugye, ez egy kicsit fájó volt, de viszont jó volt, mert az a blokk, ami bennem volt, azt meg viszont föl tudta engedni ezzel, hogy megmutatta. Szóval azért mondom, hogy inkább arra, hogy amikor a Juditnál ott félnek attól, hogy elkezdenek sírni, vagy trauma, akkor lehet, hogy abban tudom, nehéz, lehet, hogy bele kéne menni, mert lehet, hogy ott lenne a megoldás kulcsa. Hát ez mindig így van. Van, aki tudod, sokkolódik, és akkor nagyon sír, és mondja, hogy akkor várjunk egy 10 percet, van, aki azt mondja, hogy le kell, hogy tegyem a telefont, aztán felhív fél óra múlva. Van, aki sír egy kicsit, aztán folytassuk. Tehát ezek a sírások, ezek a felismerés pillanata, amikor teljesen érzed a tested minden egyes pontja, hogy igaz, és úgy van, és leoldódik a bilincs. Tehát azért vannak. És ugye én itt utazok, a többiek felírják. Tehát az a lényeg, hogy én nem úgymond nem kísérem végig, de elmondom helyette. Tehát, hogy így... Te utazol helyetté, ugye nekem kellett utaznom, és ő írta föl, hogy én mit mondok, mert ott meg az volt a szitu, hogy én utaztam. Igen, csak akkor volt egy olyan kérdés a hölgytől, hogy mióta látsz. Így beszólt nekem a kezeletet, ez a utaztatás végén, és mondom, hát mit tudom, én nagyon régóta nem tudom megmondani. És akkor így akkor tudta, hogy hát akkor lehet, hogy engem nem kéne utaztatni, mert hogy nekem csak a kulcs kellett ahhoz, hogy lehet, hogy ott indult meg ez a komolyabb. Igen, látás, igen, de azt tudod, hogy az emberek nem is képesek arra, hogy utaznanak. Tehát ugye az utaztatás az kőkemény történet, tehát ha maga azt se tudja, hogy milyen oldalon induljon el, tehát azért ahhoz is meg kell érni, hogy te utazzál, mert valakinek nem is engedik, ugye? Na ez volt, hogy egy idő volt, tehát én, ez egy masszőr hölgy volt, egy svéd masszőr hölgy, aki azért eljártam. De én azért jártam el, nekem rohadtul fájt a derekam, a vállam, a mindenem, hátul mindenem, úgy mondom, hogy a... És én ezért jártam, mert annyira jó volt nekem, hogy ő megmasszírozta minden, és utána ezt megfogalmaztam neki, meg egyszerre tehát egymás szavába vágva fogalmaztuk meg, hogy amikor ő engem masszíroz, ő energiát kap, és amikor ő masszíroz engem, én kapok energiát. Tehát alapból a masszázs egy energia átvitel, de hogy nálunk ez nagyon intenzíven működött, kettőnk között. És mi ezt így felfedeztük, és ez így nagyon jó volt, és ugye ő nem mert elmondani, hogy ő amúgy a pránanaddival foglalkozik,
Ez azért jó, hogy ezt megosztod velünk, és köszönjük, mert pont múltkor erről volt szó, hogy na hát akkor én fogok majd utazni, meg így, meg úgy, és sokan kudarcként élték meg, hogy kifizették, és ott volt, és pont, mint például itt a Laci is írja, hogy nekem kétszer is kudarc volt az utaztatás, tehát hogy az utaztatásra teljes mértékig maximálisan fel kell, hogy tudják készülni, mert egyébként, ha nem jól hoznak vissza, ott emlékek, kiesések. Nagyon veszélyes az utaztatás, gyerekek. Tehát azt tudjátok, hogy nem véletlen. Uh-huh. Na mindegy, és nekem se egyből nem is beszélt erről. Tehát soha nem beszélt. Amikor én jártam hozzá, elmentem, megmasszírozott kész, tök jó volt, és ennyit. És nem is beszéltünk ilyen dolgokra. Csak amikor én szerintem tök magamtól elején elkezdtem beszélgetni spiri dolgokról, akkor ő rájött arra, hogy hát velem lehet ilyenekről beszélgetni, lehet dolgokról beszélgetni, és akkor már elkezdtünk komolyabban beszélgetni, de még akkor sem mondta, tehát ez egy ilyen, egy éves intervallum volt, amíg ő nagy nehezen elmondta, hogy akkor figyelj, én ebben foglalkozok, így késztényekére állított minden, és érdekelne téged az utaztatás, mert szerintem neked jó lenne. Tehát, hogy ő érezte már azt, hogy nekem kellene ez. De akkor se erről tette, hanem azt mondta, hogy gondold át. És először megijedtem tőle, de aztán egyszer mondta, hogy majd ha eljön az az idő, amikor úgy érzed, hogy akarod, és akkor volt egy ilyen elakadásom az életem, és mondtam, most szeretném, most érzem, hogy kell nekem ez, pedig nem tudtam, hogy mi vár rám, tehát fogalmam nem volt, mert mesélt róla, de azt nem tudod fölfogni, hogy ez most mivel fog járni, mert most az, hogy valaki elmond valamit, ez egy dolog, de azt így nem van. Tudom, hogy milyen hatással lesz rád. Igen, hát én is ezt mondom az ügyfeleknek, hogy csak akkor keressenek meg, ha felkészült rá. Mert ugye itt a Laci írja, hogy úgy volt kudarc neki az utaztatás, hogy még a hipnózis sem jött össze. Tehát ugye az fontos, hogy tényleg nem, úgy nem működik, de ha engem megkeres, én működök vele együtt. Nyilván egy engedélyt ad, és átlátom helyette azt, ami fölött elsiklott. Tehát pont az a lényeg, hogy azt kell értenie az embereknek, hogy tudom, hogy tudjátok a múltatokat. Na de amiről nem akartok beszélni, én azt fogom neked mondani egyből, mert az lett a szőnyeg alá seperve, és az blokkolja az életed. Tehát egy lélektörténet, vagy egy tromfoló lélek, aki bántalmazott téged, és már nem él, az lesz az első, akit kimondok. Mert ha nem bocsájtotok meg neki, holott ő már nem tud SMS-t írni, ugye? Addig végig fogja kísérni az életed, vagy élő személy, ugye, mert az élő történetetek is ott van. Tehát a nevek, a felsorolások mind-mind behatárolás, beazonosítás, tehát kell a beazonosítás. Tudni fogod, hogy te még mindig a múltadban élsz, te még olyan személyekkel beszélsz, akik elsajnálják a szerencsédet és megbetegítenek. Tehát ezeket kell érteni az embereknek, erről szól. Ilyen felismeréseim az utaztatás alatt, tehát nagyon gyorsan állítólag Szia Márta néni, és nagyon gyorsan lementem, ezt mesélt, tehát utána ugye ezt megbeszéltük, és olyan dolgok, hogy miért van az, hogy a piros színtől irtózok most, tehát hogy ez már a múltban is ott volt, és mindent megmutattak nekem, tehát mindent ebben kapcsolatban. Ilyen traumák, meg miért van az, hogy a lovakhoz való vonzódás. Ezen a téren te szerencsés vagy, mert te képes voltál az utaztatásra, de itt pont ez a lényeg, hogy én azt abban segítek az embereknek, hogy nekik nem kell utazniuk, semmit nem kell mondani, csak felírják. Tehát én utazok helyettük. Tehát ez a lényeg, amit kell értenetek. Mert neked tényleg szerencséd volt, hogy működött. De mások meg... nem is tudják, hogy hol induljanak el. Tehát azért te már tudtad. És ez egy hatalmas erény, amikor tudod, és felkészülsz rá. Tehát ez a lényeg, hogy ne kelljen felelősséget. Ugye a felelősségvállalás. Igen, de sokan nem. Tehát én itt vállalok felelősséget a kimondott szavaimért, és a beazonosítás az élőkkel és a holtakkal egyaránt, mert másképp nem hiszik el, ugye? És azért így belegondolok, hogy én ugye ott utaztam, és így belegondolok, hogy neked kell jó, te ez már hozzá vagy szokva, meg mit tudom én, de hogy így tudod, az egész lelki része. Tehát én ezért nem kapom meg az ilyen feladatot szerintem, mert én annyira együtt tudnék érezni, hogy tehát velem kapcsolatban is probléma lenne ez. Túl át tudnám érezni másnak a múltját. Érted? Igen, értem, na de tudod mi a lényeg? Hogy az a személy téged utaztatott, ő felírta azt, amit te láttál.
Na de, nekem azt is megmutatják, amit neked nem mutatnak meg. Érted? Ez a lényeg, hogy én, mint külsős, tehát én fel vagyok készülve mindenre, ugye? Hát nyilván engem is megvisel, hogy ne. Na de baromi nagy védelem kell. Ha nincs meg a védelem, megbetegedhetnek az emberek, és meg is halhatnak. Tehát mindenki ugye maradjon a kaptafájánál. Baromi nagy energia, a lélek itt van, látom, hogy néz ki, nevén szólítom. El is kell küldeni, fel kell szabadítani. Tehát ezek plusz-plusz feladatok az ember számára. Tehát amikor utaztatnak téged, te beszélsz, az utaztató meg felírja. Tehát ebbe a szempontban a meló neki az, hogy vissza tudjon neked hozni, vissza tudjon téged hozni oda, ahonnan elindultál. Van, akit vissza se tudnak hozni, van, aki beketyúzik, bekerül a dilinyósok közé, van, akinek kiesik évtized, vagy 30 év kiesik az utaztatásnál. Baromi veszélyes. Nem, én visszajöttem a jelenembe, viszont így volt. Hogy akivel blogba, tehát akivel akkori problémám volt, tehát úgy mondom, na, próbálom úgy, hogy értsék ezt a dimenziókat, hogy a mostani életem, ami ugye 10 évvel ezelőtti történt, tehát akkor is ebben az életemben éltem, visszavittak a múltban, ahol az az illető, aki most ebben az életemben párom volt, ott is párom volt. És hogy ott is csinált valami green boost, amit ugye erre az életünkre rányomta a bélyegét. És itt is megvoltak a konfliktusok, de már nem olyan szemszögből, hanem ilyen energia negatív dolgokban. Tehát, hogy taszítottuk egymást. Szerettük egymást, de taszítottuk egymást. És nem értettük, hogy ez miért van. És olyan szinten föloldotta a blokkokat, hogy én abban az illetővel 2 napig nem akartam beszélni, találkozni. Nagyon durva volt a szituáció. Nagyon durva volt. Hát igen, na de erre meg kell jönni. Tehát alapvetően az emberek a mostani életüknél sem tudják, hogy mi van, nemhogy az előző. Az előző életet nem fogják nektek megmutatni, ha nem vagy felkészülve, nem vagy tudatos. Nincsenek megoldva a problémák. Szóval senkinek nem ajánlom az utaztatást. Nagyon-nagyon veszélyes. Tényleg az, hogy egy normális utaztatóval, mondjuk egy olyannal, tehát nem ilyen, hanem aki a Pránanaddi szövetségen belül van, én úgy mondanám, inkább olyannal próbálja meg, de gondolja meg, hogy megcsinálja, és beszéljen ilyen emberekkel, akik ebben foglalkoznak az utaztatásra, hogy jó, hát de, nem de a, teljesen mindegy, hogy Pránanad is. Nem az a lényeg, hogy milyen utaztató vagy, tud-e vagy sem. Tehát ő úgymond mellékes, hanem itt te vagy a lényeg, hogy megkaphatod-e, a hipnózis sikerül-e? Tehát itt tök mindegy. Tehát neki a feladata az, hogy visszahozzon. És ugye, ha neked kiesik a történet, vagy nem tud visszahozni, ott kőkemény betegség, olyan problémák, olyan traumák. Tehát úgymond neki nincs feladata, tök mindegy, hogy... Tehát mi a biztosíték arról? Nem támasztja alá, nem segít, úgymond. Mi a biztosíték, hogy befogadóképes vagy-e az utaztatásra? Semmi. Nálam a biztosíték az, hogy nem kérdezek semmit tőled, nevén szólítom, vezetéknevekkel együtt, visszamenőleg az egész sztoridat és a mostani helyzetedet. Tehát én felelősséget vállalok minden téren, mert az életemen is meglátszik. Nagyon fontos, hogy a kimondott szavaim és alátámasztva egy utazásnál te vagy a sikeres, te vagy a tapasztalt, nem a Pránanad is vagy, aki utaztat, hanem te fel vagy a készülve rá. Érted így? Így értem, igen, így most már így jobban értem, hogy mit szerettél volna, igen. Igen, tehát neked a képességed, vagy neked a rálátásod, vagy az elhatározásod, amikor megtörtént benned azt, mit tudom én, gyereket akarsz vállalni, vagy teljes mértékig tudod gyógyítani magad, vagy mint más, de van, aki el se jut erre a lehetőségre, mert azt se tudja, hogy mifán terem a dió, érted? És ugye pont ez a lényeg, hogy sokan még arra sincsenek felkészülve, hogy egy vadidegen ember, hogy mond neki olyan nevet és olyan történetet, ami az 5 perc alatt lesokkolódtatja, és nem bír levegőt venni, kikészül. Most gondold el, egy ilyen ember hogy megy el utaztatásra? Sehogy. Hát nincs is felkészülve. Még véletlenül se. Az utaztatás során elveszlik a történetébe. Meg hogyha nem tud meditálni, tehát hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy én előtte alapból meditáltam, tehát hogy ma az életemben, tehát hogy foglalkoztam meditációval, meg nyilván az a masszőr, aki
nem mellesleg ugye utaztató is volt, azt tudta, hogy én mondjuk egy masszázs során mennyire tudok ellazulni. Tehát már az is egy neki szerintem egy ilyen visszajelzés volt, hogy most ez az embert lehet utaztatni, vagy nem. Érted, hogy mit mondok? Mert én azért nem jelentkeztem úgy elsőre, hogy én akarom ezt. Persze, hogy értem. Megérte már a dologra, meg ő valamit érzett, hogy ez az ember, akit lehet utaztatni, mert ez ebből nem lesz, tehát le fog menni alfába, nem az lesz, hogy alfáig se jut el, érted? Igen, igen. Mert van, akit masszázs során se lehet, tehát azért mondom tapasztalatból, mert masszőr vagyok, és nem lehet. Na most nem hallak. Itt vagyok, csak közül beletörök, kinyomtam, hogy valakit egy masszázs során se tud elengedni. Tehát hiába mondom azt a vendégnek, hogy de engedj el, nyugi van, itt biztonságban vagy, most megmasszírozlak, nyilván szóljál, ha fáj valami, beszéljük meg, stb. És már ott egy feszültségben van. Igen, az illető. Tehát, hogy egy már masszázs során se tud elengedni, nem, hogy még valaki utaztassa, és akkor ott, érted, elengedjen. Hát igen, tehát mert ugye, ha azt nézzük, most beszéljünk egy 85 éves néniről. A 85 éves néni azért keres meg engem, hogy tényleg szeretnék kipróbálni ezt, hogy milyen, amikor kapcsolódok rá, és elmondom a történetét. Most gondold el, egy 85 éves néni nem fog elmenni utaztatásra, ugye? Nem. Vagy, semmi. Vagy beszéljünk egy 35 éves nőről, aki tényleg már bele van betegedve, vagy mindig ugyanabban a hibába fut bele, és vagy aki folyamatosan elveszti a babáját. Hát ha valakit ilyen trauma él, hogy a francba megy el az utaztatásra? Sehogy. Ugye? Nem tud meditálni. Hát, akinek előzménye nincsen, az nem. Én elmentem volna, amúgy megveszítettem el a babát. Hát jó, most értsd jól. Igen, tehát hogy ez a lényeg, hogy itt nem kell. Igen, tehát itt akik engem megkeresnek és beregisztrálnak a Csicsovszki úrnőjósó.hu oldalán, tehát én vezetem le a történetét, neki csak annyi feladata van, hogy felírja, amit leközvetítek neki, és utána végigmegyek a történetén. Hát valaki kiröhög, figyeljetek, amikor elkezdem mondani a történetet, ezt most komolyan írjam fel, mondom, írjál fel minden. De hát már ott nem nyitott. Várjál, felírja, és akkor elkezdem mondani, mondom, jó, akkor menjünk végig rajta. És elkezd sírni, és mondom, miért sírsz? Hát, hogy ne haragudjál már, hogy kinevettelek. Hát tényleg ez az apukám, ez az anyukám, aki már meghalt. Tehát, hogy akkor van a felismerés pillanata, amikor azt mondom neki, hogy apai oldalról, déd nagyanyád oldala. Tehát, hogy akkor érti meg, mert addig nem. Tehát amikor felhívom, és elkezdek neki közvetíteni, és utána ugye még az egy órában valakért végigmegyünk, addig fel se fogják, hogy hogyan működik. És azért nem fogják fel, mert még nem tapasztalták, tehát ilyen látnokkal, mint én, nem találkoztak. Mert ugye alapvetően az emberek azt hiszik, hogy majd például a férfiról fogok beszélni, mert ugye róla akar tudni, hát ugye ezért vannak osztva csomagok a honlapon. Tehát az a lényeg, hogy a te oldaladról, a te családfádról fogok elsőnek beszélni, ahol problémák voltak. És ezt csak akkor fogja tudni, amikor ott van. Ugye? Meg amiket hallanak a rendszeres közvetítéseknél, a többiek, akik itt vannak, hogy ők hogyan élték meg, vagy hogyan hallották, és hogy úristen, de csodálatos, hogy úristen, akkor nálam is működik. Igen, mindenkinél működik, aki akarja, vagy aki megkeres. Tehát aki nem keres meg, annak nem fogok közvetíteni. Még így is nagyon fontos, hogy mikor kell elcsendesednem, mert valamikor el kell csendesedni, mert ugye hát amiről beszéltünk, sokkolódik. Sziasztok egyébként! Szóljatok ti is hozzá, Ildikó, Lindus, mert ugye ti is tapasztaltátok a sokkolódási pillanatokat, mikor eltörött a mécses. Igen, szép napot mindenkinek. Igen, tapasztaltam. Hát miután az úrnőnekhöz regisztráltam, és telefonon közvetített nekem, igen, én nálam akkor tört el a mécses, amikor látta a lakásomban az ágyat, illetve vele szemben a szekrényt, azon egy tükröt, és ott állt a férjem, és elmondta, hogy a manzsetta gombját gombolja be, öltönyben van.
elmondta, hogy hogy nézett ki, csokornyakendő, és akkor ott a, igen, akkor az úrnő mondta, hogy rágyújtok, mert akkor sokkolottam egy kicsit. Igen, mert ő látta, ami nekem jó érzés volt, másrészt meg fájó, pont. Igen. Csodálatos közvetítésekben volt részem, Páholyban, Csertfalon, privát, illetve lesz is privát, mert igen, én meg szeretnék idézve, hát nem idézve, valóban az életemet előre szeretném hozni ahhoz, hogy gyógyuljak, igen. Hogy az elakadásaim, amit az úrnő figyelmeztet, hogy azokat... Tehát a gyógyulás, igen. Tehát az a lényeg, hogy egy-egy közvetítésnél ti gyógyulni fogtok, ez a lényeg az egészben, semmi másról nem szól. Tisztába kell lennünk a családunknak a problémájával, és azokkal, amivel még mindig feladatunk van. Mert ha ezzel nem akarsz foglalkozni, akkor ugyanabba a körbe fogsz forogni. Igen. Hát volt tegnap egy beszélgetésem a gyermekemmel, amit tegnap este későn még beszélgettünk is. Hát, Bruno, nem most, hanem mikor a Páholyban még anno, még mi van most, december, október elején, nem tudom, valahogy így volt, én a dátumra nem emlékszem. És igen, mondott egy olyat, hogy bordéház. És nem tudtam elképzelni, hogy most a múlthoz tartozik, a jelenhez, vagy be fog következni, azaz a jövő. Hát igen, sajnos bekövetkezett. Bekövetkezett. Most így vannak olyan, hogy mondjam, így nem szeretném itt kimondani, de én sajnos... Én tudom, miről beszélsz. Akkor jó. Bekövetkezett. De szerintem a csajok is értik, hogy miről beszél a Ildikó. Én azt hittem, hogy végem nem. De... Sajnos, tehát igen. Nem a spárba jár, hanem... Igen. Uh-huh. De az én gyermekem ennek megissza a levét. Hozzáteszem, hogy az a hölgyemény itt van a TikTokon. Oh, és láza cica, és akkor gyűjti a gorkikat, meg a leon cicákat, meg az ilyeneket. Jó, Ildikó, ne menjünk vele. Nem is szerintem itt ennyire. És az én fiam most emiatt kemény büntetés fog, na mindegy. És Ildikó, nem tudsz mit csinálni, ez az ő élete, majd szépen apránként egyébként megfogja, hogy mondják, erre szokták mondani, hogy mindenkinek ki kell járni az útját, ahhoz, hogy szembesüljön a hibáival, tehát mindenki úgy alakítja az életét, ahogy ő szeretné, tehát ugye a szabad akarat ott van. Csak hát ugye ezt neked előre, tehát hogy ezt már igen. Így megtudtad én át. Ez a jövendőlés, ahogy bejön. Azt nem értek, úrnő, hogy miért az én férfiam semmi rosszat nem csinált, hiszen a munkáját végezte, ő meg hírnevet akart szerezni. Hogy nem is értem. Nem értem. Hát a lélek, az, amit, ami által kapcsolódik a hölgyel, az ő reszortja. Tehát, hogy azt ő akarja. Tehát ezt nem, ebben nem mehetek bele. Hát ez a intim diszkrimináció már. Szóval érted, mit mondok, nem? Igen. Tehát eddig ő mutatott neki olyan dolgot, amit esetleg... érted így? Nem tudom miért. Mert az én fiam taxis, és felvette, mint utast, és hazavitte. Ildikó, tehát az én fiam, most beszéljünk a fiamról, jó? Tehát az én fiam az a mindig a kisfiam lesz, ha,
60 éves is lesz, most csak mondtam ennyi. Na de, vannak olyan történetek a fiam életében, amiről én nem tudok, és azt neki kell végigvinni, azt az utat, és nem keresem a miérteket, mert nyilván a segítségnyújtás, tehát te páholyból fogod nézni a történteket, és akkor majd ott lesz a lehetőség, hogy élni fog azokkal az információkkal, amit te már tudsz. Így érted? Igen. Tehát... Itt mi gondolunk, az nem biztos, hogy egyelő avval, amit a másik tesz. Tehát, hogy nem csak ego, hanem lélek is. És, igen, majd úgy is tudni fogja persze. Hát nyilván a gyerekünk az kemény dió. Ez egy, igen, az jövendőlés volt, igen, és na, szóval nem csak a múlt és a jelen, hanem a jövendőlés is benne van, hölgyeim és uraim, a csetfalon lévők, akik hallgatnak, igen, tapasztaltam, fájópont, de nem tudok, ahogy az úrnő is fogalmazott, a gyermekemnek kell megoldania. De még ha 60 éves leszek, meg 70 éves, a gyerekem akkor is a gyermekem marad, akármilyen, na, mindegy. Jó írott tűncít, írja neked. Igen. Na mindegy. Na édeseim, én elköszönök, hogyha nem haragudtok. Köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltatok, már 2:49 megy a live. Szerintem ez is tanulságos volt, és köszönünk mindenkinek, kedves Anikó, Anna, Jóncsa, Lindus, mindenkinek, Ancsa, igen, hogy itt voltatok velünk, mert akkor így volt lehetőség még ezt a témakört is boncolni. Más aspektusból megmutattam, de nem akartam belekeverni, teljesen más. Ja, nem. Figyelj, ez nagyon jó példa, vagy gondolat volt, mert te ezt megélted, megosztottad velünk, és ugye így teljesen tudnak azonosulni azok a személyek azzal a hasonló szituációval, vagy gondolatvitellel, amit te már megéltél. Tehát, hogy van hátránya is ugye az utaztatásnak, amiről például múltkor volt. Nem azt tudtam megmutatni, hogy nálad nem olyan negatív dologgal járhat, ha veled utaz, tehát rajtad keresztül utaznak, akkor így mondanám, tehát hogy te utazol, és nekik elmondod, mint az, hogy én utaztam. Tehát, hogy a másik oldalt. Igen, a te oldalad veszélyesebb. Így van, igen, ezen a téren. Igen. Jól van, hát köszönjük akkor. Szép napot. Szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, hello. Hello. Sziasztok.